Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk, pontosan 14 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggelt. Hello, drága hallgatók. Itt vagyunk újra már hárman. Tegnap ugye nem voltam. Mi az? Mit nézel? Rövidült a haja? Nem. Nem. Csak az usánka lenyomta. Ja, usánka nyomta. A váz. És olyan furcsa volt. Nem. Kicsit talán csapzott, de semmi. Nem nyúlok. Hát most már nem nyúlok. Csapzott, mi? Még lehet, hogy lesz egy hajvágás. Az biztos. Még lehet, hogy lesz egy hajvágás, de a 22. előtt már nem nagyon. 23. Már csak vazonírozom. Hát már még élvezd, hogy ilyen hosszú. Gyerekek, hát csak egyszer csak visszanő, nyára újra. Újra jó lesz, valamelyik nem? Valamelyik nyárra, igen. Valamelyikre, igen. Még kezdjük az elején. Légy szíves, kalauzolja minket az ATP VB döntők csodálatos világába. Én abban a szerencsés helyzetben lehetek, hogy ezért néhány képet megosztottál velem. Küldtem. Nézegettem őket. Így van, szép volt, jó volt, csodálatos volt. Meg hát az, hogy mondjuk leírtad, hogy 6 sorral hátrébb ültél, mint mondjuk Stefan Edberg, azért abban még én is érzek némi kis kakaót, igen. Tehát, hogy azért, ja igen, hogy miért nem hát csak 3 sorral hátrébb ültél, de hogy azt még én is el tudom képzelni, hogy basszus. És milyen érzés lehet, amikor a világ egyik valahelyett legnagyobb teniszezőjét így karnyújtási távolságból látod, hogy elnézést, bocsánat, nekem ide szól egyem, Boris, bocs, de ez az én helyem. Ja, Borishoz egy boros üveget hozzá tudtam volna vágni akarok. Tehát, hogy bevihetsz boros üveget, és csak műanyagban adják. Na, most felvásároltunk egy nagyobb készletet, hogy a hangulatba jöjjünk. Lehet inni a meccs közben. Hogy ne, inni. Üveg vagy kanna alakú? Kanna alakú műanyag. Kannásra besétálni, nem rossz. De hát fantasztikus volt. Én 4 évvel ezelőtt már voltam pont, amikor Federer megverte Tsongát, és ezáltal ugye világbajnok lett. Most Federer Djokovicra sikerült bejutni, és... most hát, kevésbé volt esélyes. Kevésbé volt esélyes, bár annak ellenére, hogy ő azért kedden megverte, de hát elképesztő. Szóval az egész aréna, ahogy az meg van világítva, ahogy kinéz, ahogy bejönnek, szóval hát nem, fantasztikus. Később felotották a rendes világítást, ugye, mert nekem még olyan képeket küldtél, hogy kékben pompázott. Kékben pompázik minden, aztán utána feloltják, utána, amikor elindul a meccs, akkor ugye a reflektorok megvilágítják a pályát, szünetben megint leoltják, mennek a futófények, zene van, hullámzik a közönség, 11 000 ember ott tombol, tehát hogy hát nagyon durva. Mi ez, valami diszkó? Ez olyan, mint egy nagy azt hittem, ez egy tisztességes. Igen. Angol emberek, akik visszafogottan ülnek a főpályán. És kimérten tapsolnak. Nem ismerné rám, hogy én ilyen komicsán üvöltöz. Azt odáig ez megvagy. Drukkoltam, 10 000 ember Roger pontjánál fölugrott, szóval szenzációs volt. Mind a 10 000 Rogernak drukkolt. Hát, pár százan drukkoltak Nováknak, az a durva. Na. Ezt most halál komolyan mondom. Jaj, Balázs, nem már. De, ez vakítás, nem tényleg nem. Tehát az van, hogy egyszerűen sokkal jobban szeretik. Sokkal jobban szeretik. Én nem tudom, hogy miért. Voltak szerb rajongók, meg drukkoltak Nováknak, de az aréna 80%-a Roger. Már érzik, hogy vége, tudod? Tehát érzik, hogy az fogatlan oroszlánt, az öreget még egy kicsit ide a melyikasukra simítjuk, nem? Nem ez az öreg. Az jó, tényleg, hogy fogatlan oroszlánként beszélünk, a valaha volt egyik, ha nem a legnagyobb teniszezőről. De már nem. Valaha volt, igen. Hogyha az eredménylistáját nézzük, azért még bőven előtte van Nováknak, tehát hogy neki még hiányozni fog egy pár év, amit ő nem húzott be az elején. Lehet, hogy soha nem fogja utolérni Rozsét, de szóval akkor felugrottál és üvöltöttél, hogy Gógó, Rozsér, Taróci Forever. Minden Taróci Forever, Vamos, Rafa, mi kiabáltunk, vettünk bort előtte, bementünk, patogatott kukoricát, mindent, és úgy ülsz be, hogy... Patogatott kukorica borral, de szép buli lehetette. Gyönyörű volt, gyerekek. Figyelj, a fotón láttam, hogy mellettetek 4 szék üres volt, az már a bornak köszönhető volt? Nem, azt meg azokat még akkor küldtem, mikor ugye úgy van, hogy gémenként... Mellettünk pont gyokorajongók ültek, csak amikor ha te lemaradsz a gémről, akkor bezárják a kapukat, hogy ne legyen járkálás. És akkor 2 gémig te nem kinnálsz, ugye, ahol vannak a büfék, meg minden, és nem tudsz bemenni. Djokovic rajongó? Djokovic rajongó, és ők valahogy kizárták. Egy elmaradt verekedés is. Figyelj, rohadt drágán veszel ide egy jegyet, és nem tudsz bemenni, nem. Ha nem ültél be időben. Úgy értem, hogy ha a gém van, ha szünet van, tehát ha 3-2 van gém, nem tudom, 3-2, akkor van 1,5 percük a játékosok, másfél percet kinyitják az ajtókat, ki tudsz menni, vissza tudsz jönni, de amikor indul a gém, akkor bezárják a kapukat, hogy ne legyen járkálás. Rátszolnak, ha vakuzol. De mondom, ha hallod a labdát, ahogy pattan, ahogy szervál, mondott ültek Mirkáék, az Edberg, a Rogernek az apja, 3, mondom, 6 sorral alattunk.
tehát pont azon az oldalon, pont azon az oldalon ültünk, a bekkerék pedig a másik oldalon, a gyokornak az oldalán, de egy sorban Edbergékkel, csak elég messze egymástól, hogy azért ott ne legyen kicsi kakaskodás. Nem mintha lenne. Átszólogatás. De fantasztikus, hogy úgy jönnek be, hogy be van zárva az ajtó, és ilyen pulzusjelet mutatnak, ami így dobog. És ahogy a pulzusjel így megy, elkezd a közönség is így tapsolni, tudod. És már kint mutatják a kivetítőn, ahogy jön az ajtó felé, majd elkezdenek füstöt nyomni az ajtóba, és amikor bemondják, hogy és a nem tudom hányszoros Grant, és hányszoros világ Roger Federer, kinyílik szét az ajtó, és uh-huh, füstön keresztül így kísérte. Megszólal az Eye of the Tiger? Az nem, az nem. Kis öklözés. Nincsenek ilyen nagyon kellemetlen dolgok nincsenek, és kijön. És akkor Roger elkezd lepakolni, majd jön Gyoko, Gyoko is odáll az ajtóhoz, felsorolják, hogy hány Grand Slam, hány világbajnoki győzelem, mit tudom én. Örjön a tömeg, mert ugye azért a Roger fanok is, mi is nagyon tapsoltunk Gyokornak is természetesen, azért el kell ismerni. Nyílik az ajtó, és kijön a füstből, megfogja a gyerek kezét, és így sétálnak be az arénába. Hát sírsz a gyönyörűségtől. Tehát lepakolják a kis törölközőt, kicsit bemelegítenek, és utána indul a történet. Nagyon komoly. Nagyon, nagyon komoly. Milyen hosszú volt? Hát sajnos rövid volt. Hoztam is gubát, úgyhogy köhögöm. Hoppá, 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 hoppá. Igen. Az a baj, hogy az a baj, ez csak Roger iránti tiszteletem miatt van, mert ha hülye az, aki Rogerre tesz gyakorlán egy döntőben. Akartam mert mondani egyébként, hogy ha korrekt vagyok, akkor azt mondom, hogy hagyjuk. Én úriember, úriember vagyok. Korrekt? Ez egyébként hát ez igaz. Egyrészt ez, másrészt meg, hát a basszus, érted. Most végig. Semmi esélye nem volt. Én tudtam, hogy nincs esélye. De tehát akkor tudtam. Miért? Akkor mit arcos? Mert Roger ellen nem fogadok. Hát tehát, hogy ne fogadjunk, akkor mondjuk azt, hogy ez az a mérkőzés, egy Gyoko Roger, amiben tudjuk, hogy mi lesz, azt hagyjuk. Hát akkor ez nem jó fogadás. Nem. Olyanra fogadjunk, ami meg van tétje. De Vavrinka bejött, mert Janinak Mörit még a 10 óra 10 perckor Vavrinkára változtattam. És mondtam, hogy van egy érzésem. Aha, az ország azon része, aki viszont ugye... Igen, azt sajnál. Azt nagyon tehát sajnál, mert Janinak még a folyos után szólt, hogy Möri? És mondom, Jani, nem. Ja, nem, mondom, engedd el Vavrinka. Mondom, Vavrinka, és? Megtetted? Igen. Meg egy picit azért. Picit akkor szállj már be húszasomba egy kettőszöket. Annyit nem nyertem. Szállj be kicsit a húszacskámba egy kettőszöket. Ide szólhatná az Abaházinak, hogy mondja be a kíválság műsorban, hogy figyele, figyele, szolgáltatás, de mi azon hallgatóinkat, akik a Mörit... Változó utcok az ATP világbajnokság. Bántam, hogy a Mörit mondtam, mert rájöttem közben, hogy nem is motivált, meg Davis kupája van, meg egy csomó minden baja van, és nem is volt kedve indulni, és akkor Janinak már mondtam, hogy Isten. Köhögöm, úriember vagyok, köhögöm a gubát, de hát Rogerrel még veszteni is jó. Tehát Roger, nem bánom, hogy elvesztettem. A lényeg, hogy ott voltunk. Nem is hírlene ellene. Nulla rendőri ellenőrzés, tehát nulla. Én nem tudom, hogy Brüsszel után, meg Párizs után, figyelj, rendőr nincs az Oxford Street Regency sehol. Tehát, már a reptéren se volt semmi? A reptéren se volt semmi, hát mi Lutonon szálltunk le, ugye Fapadosra tudtunk csak menni, és ott sincsen semmi, de hogy az O2 aréna környékén, ahol egyébként azért 10 000 ember volt, bejött egy kávézóba egy elég fáradt ilyen fegyveres valaki, de nem gépfegyver, nem kutya, és a végén láttunk 2 darab kutyát, de azok is ilyen sárga mellényes valakik voltak, és úgy motoztak meg, hogy egy Glockot a gatyádba vagy a cipődbe simán beviszel. Simán. Én nem is értettem. Miközben Brüsszelt kiüríti, Párizsba ez történt, én azt hittem, olyan rendőri felvonulás lesz Londonban, demonstratív jelleggel, vagy egy ilyen tömegrendezvényen, senki nem volt. Senki nem volt. Tök érdekes. Simán vége, mi is azt gondoltuk. Kicsit szorítottunk is, hogy legyen egy testüreg motozás, mielőtt belépnek, már valami pluszt kapj ettől a mérkőzéstől. Igen, úgyhogy nagyon-nagyon jó. Csináltam fotót, csak sajnos, hát ugye a telefonom össze van törve. Emiatt a selfik azok ugye nem sikerültek, mert pont van a telefonban egy törés a kameránál, hátul meg be van párásodva a kamerám, úgyhogy hát nem az év fotója. Az év sportfotói nem most készültek el általában. De volt aki fotózott, úgyhogy hát nagyon nagy élmény volt. Ilyenkor felvezető meccs van, vagy pedig csak ez az egy páros meccs? Döntő van, uh-huh. Páros döntő van, és az te tuncsi, tehát jössz, mész, iszol, eszel, megveszel mindenféle ilyen pólót, halkasz, azt mi nem annyira néztük, és ők a fő meccs, tehát ők kezdenek, ők az utolsó. Az utolsó. És akkor most már ott vannak valahol, pihengetnek, valahol fekszenek a szerénytelen jachtjukon, és akkor valahol a Karib-tengeren ott hát most szamarkodik. Igen, most pihennek. De London is gyönyörű, fel van díszítve, szóval, hogy nagyon szép már az egész. Nagyon úszik a karácsonyi világításban, és hatalmas élet van.
Igen, már húsvétre készülnek. Hatalmas élet, gyönyörűen feldíszítve. Minden, mondjuk az itt is adott, tehát, hogy ahhoz nem kell Londonba menni. Csak hát az az embertömeg és az a hangulat azért az itt nem nagyon jön vissza. Vagy nem csak hétvégén kapcsolódik a világítás, a közvilágítás. Már láttam, tegnap voltunk bent a belvárosban, és már fel vannak téve az Andrásin is végig. Jaj, ez hát a nagyon gyönyörű világítás, szép. De még nem világított. Úgyhogy szerintem itt adventkor. Ott már minden. Bedúra. Ott már minden. Mindenem. Úgyhogy jó volt, tényleg jó volt. Minden oké itthon? Minden a legnagyobb, a tökéletes, a szuper. Hallod, de annál még egy kicsit még egyen jobb is. Sokkal okébb, mint amire számítottál egyébként. Igen, ami nem, arról meg nem beszélünk. Ami nem oké, azt már arról meg nem beszélünk. Így vagyunk. Jól van, oké. Na, akkor megmutatjuk gyorsan, hogy mi történt veletek tegnap? Mutassuk meg már csak azért is, mert igazi nagy vadat lőttünk tegnap. Na, kérlek, ki sikerül? Hát magát Rágai Filipet. Bizony, a hajhercegét, az intendánsok gyöngyét. A kevlársérójú srácok. Azaz. Megkértük arra, hogy legyen már ilyen mentora, vagy nem is tudom, milyen producere. Előzsűrije. Előzsűrit nem vállalt, de azt mondta, hogy teljes mellszélességgel velünk van. Azt hiszem, és akkor itt le is tette a telefon. Igen, még előtte reklámozta a futó projektjeit, tehát hogy azért egy profi volt, hogy természetesen azokat is betolta, még mielőtt leúszhattuk volna a pótmétert. De milyen futó projektjei van? Hagyjuk már. A televízió műsorok, majd meg. Így van, semmi. Megint tűzifát gyűjtenek a következő. Megint lesz. Körbevűjük a nagy tüzet. És mit mondtad arról? Van esélyünk? Tetszett neki. Azt mondta, hogy jó. Kicsit őszintétlen volt, ahogy mondta, de tényleg ezt mondta, hogy jó. Az van, hogy nagyon sok ilyet kaptak, azt mondta, mert mi kérdeztük, hogy miért nem volt fegyver ez eddig, hogy magyar zenét a magyar Eurovízióra, érted? Igen, és azt mondta, hogy próbálkozások voltak, de hogy nagyon rosszak, hogy ennyire jó még sose volt, volt a muzsika, a népi vonal benne, és hogy ő nagyon szereti ezt. Ő már pénteken hallotta, így az asztalra csapott, és azt mondta, hogy de marhára kár, hogy nem vagyok benne a zsűriben, mert ezt is elárult, hogy nem fog zsűrizni. Mert megnézte volna Jenő arcát. Igen, megnézni, igen. Hogy megpróbál bennünket elkaszálni. Megpróbál bennünket elkaszálni. Nem, őket nem. De mostanában kell elküldeni. Küldi a Peti? Ja. Hát szerdára. Szerdára? Szerdáig kell elküldeni. Szerdára küldjük. Én nagyon remélem. Mert mi bíztunk egy picit benne, hogy a mi csorda vokálunkkal már elkészül ez a verzió hétfőre, tehát hogy már tegnap meg is tudjuk mutatni. De nem. Hát jó munká az idő kell. Petinek meg a rosszra is. A lényeg, hogy küldje el, nehogy lemaradjunk. Tehát minden formai követelménynek megfeleljen a nevezés, úgy küldje el, ahogy el kell küldeni, nehogy valamilyen banális okra vissza legyen ez vezethető, és aztán kiszórjanak bennünket, tehát nehogy valamire hivatkozzanak. Minden megvan, azt ő mondta, hogy valóban mi megfelelünk ennek a dolognak. Zseniális ötlete volt a srácnak, nevet talált nekünk, ugyanazt, amit a Jani bemondott pénteken adásba. Uh-huh. De ez lehetett véletlen is. Nyilván. Mit mondtál arra, a Hungarokult. Hungarokult? Igen. Hungarokult? Igen. Jó, és az már egy végleges név? Tehát azzal, ha benevezünk... Hát ezt még gondolkodhatunk, mert nagyon sok jó ötlet jött a hallgatók. Peter the Hungarokul. Jó, a nemzetközi piacon is jók legyünk. Jó, még ezen azért ötleteljünk. Nem rossz, de azért lehet, hogy valami barátságosabb vagy kedvesebb név. Ez a Hungarokult, ez olyan kicsit olyan kemény, olyan rideg, nem? Lehet, hogy kellene valami baribbat találni, valami kedvesebbet, ami úgy kicsit olyan személyre szabottabb, nem? Majd kitaláljuk. Péter és a spanok. Igen, ez egyébként jó, még angol nyelv. Angol 100 nyelvterületen is megállja a helyét, igen. Na, megmutatjuk akkor, mi történt veletek tegnap, jó? Egy röpke kis ismétlés erejéig, Filipbe belehallgatunk, mert hogy tegnap ugye vele beszélgettetek, aztán jövünk még vissza a játék előtt. M1 Budapesttől Mosonmagyaróvárig baleset és ködmentes Robi küldte nekünk. Köszönjük szépen, jövünk vissza mindjárt. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Show. Fél hét múlt pontosan 2 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, hát átbeszélgettük ezt a dolgot, de a hallgatók remélem hallották. Igen. Én veletek beszélgettem, úgyhogy nem hallottam. Nem hallottam Filkót, jó öreg kis Filkót, zenetévés kis társunkat, Filipet. Azt hiszem, benyomott még egy Z+-os anekdótát, de abból az időből, amikor még vicces volt ő is. Igen. Szegénykem már, hogy megbánta, hogy nyilatkozott, biztos ennyit kap. Nem, jó arc volt egyébként. M7-es bevezető Pest felé az érdi kihajtótól elesett, körülbelül 2-3 kilométeres a sor, Dávid 94 küldte nekünk. Köszönjük szépen, mi lehet az oka? Miért állt be ilyen keményen? Nem tudom, kérdezi egy hallgató. Na, hát már meglátjuk. Valaki úgyis megírja, lehet, hogy baleset van, vagy útszűkület, nem tudjuk.
Azt mondja, hogy... 1-0-ra vezetünk. Igen? Uh-huh. Kikaptak tegnap? Igen. János oda csördített. Jól van. Oké, 1-0-ra akkor. Vezetünk, úgyhogy lehet jelentkezni játékra. Ha játszanátok velünk egészen nyugodtan, jó, írjatok SMS, mi pedig jövünk a hírek után. 9 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Trafi van az egyes számú főúton Bicske és Herceghalom felé, lassan menjen mindenki, ezt Martin küldte nekünk. Azt mondja, hogy Mezőtúron Gyomorán Endrőt felé trafiznak, Bécs felé pedig valami más történik. Azt nézem, igen. A M1-es 86-os kilométeren mérnek, Grega küldte nekünk, aztán még elküldte, hogy Bécs felé. Bocs. Uh-huh. Rendes vagy. Köszönjük szépen, hogy segítettél. Torlódás attól alakult ki az M7-esen, a sárgák lezártak két sávot, egy sávon lehet csak közlekedni. Misi küldte el nekünk, mert hogy befelé torlódás van. Na, játszunk, megnézzük, hogy ki a hét második játékosa. Igen. Igen. Hosszú volt az áramnak. Szeretnél kérdezni, Balázs? A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello! Azt nézem, Szilveszter, mit értek valami. Szilveszter, hello Szilveszter, ciao. Honnan hívtál minket? Én éppen most Nyúrra tartok, nyúli lakos vagyok. Nyúrra tartasz? És kivel szeretné játszani, Szilveszter? Veled, Balázs. Ó, hát azonnal, ahogy visszajöttem már is. Visszarázódás. Akkor népszerű. Ennyi. Játszani kell. Hogy állunk tegnap? Mi volt? 1-0-ra vezettünk. Ja. Jani nyert tegnap. Tehát ma kikaphatok? Nem, ez nem mondta senki. Jó lett volna. Húzzuk már be a múlt hetet, ezt elbuktuk. Most ezt a hetet húzzuk. Most két hetet buktunk el, igen. Vezet, Szilveszter? Tessék? Vezet? Nem, buszon üzek. Buszon üzek. Jól van, indítjuk az órát, jó, Jani? Tritú van fejőr. Na figyelj. Nyúlon laksz, azt mondtad? Persze, természetesen. Kérdezhetek, Balázs? Szeretnél? Szeretnék. Kérdezzél. Ez a Djokovic-Federer döntő. Én szeretek teniszt nézni, és igazából annyira nem vagyok tisztában a szabályokkal. Hát annyira. Nem vagyok. Azért is jó, mert már nem merek olyan teniszről beszélni, mert meglincselnek minket. Viszont azt mondod, hogy annyira nem vagyok tisztában a szabályokkal, és ez azért jó, mert meg se kellett szólalnom. Csak a tapsot benyomnom a végén. Szilveszter, kimondtad a nemet. Észre se vetted szerintem. Igen. Éreztem, hogy mire akarsz te menni. Rámenni, hogy beszéljek a teniszről, és akkor hát elborul az agyad. Egy ország fellélegzett. Úristen, kimondta, de nem kell, hogy a teniszről beszéljen újra. Istenem, szúrjál. Csak szúrjál, hogy ne kelljen beszélni a teniszről. Szilveszter, ha nincs ajándékcsomag. Sajnos. Nem probléma, hogy találok. Legközelebb játszunk egyet, jó? Jó. Jó van. Oké, okay, köszi a játékot, ciao. Hello. Ennyi? Kettővel bejebb vagyunk. Ennyi. Hát kicsit beköszöntünk azonnal. De azt ennyi. Három esélyünk van arra, hogy hozzuk a hetet. Azért csak nem. Ez három bréklabda. Ja nem, abban nyomás. Hagyjuk. Pontosan 7 óra várunk friss közlekedési híreket. Küldjétek el nekünk, hogy mi a helyzet az utakon, kinek hogy indult a reggelen, mi történt veletek, nyugodtan, bármit, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, 8 perccel. Köszönöm. Itt vagyunk, hello Jani, hello Feri, hello, sziasztok, drága hallgató. Hát ezt a dalt mi nagyon kedveljük. Nem azért volt bent, de tényleg nem azért. Ezt szerkeszte nekünk. Szerkesztett, ami drága zenei szerkesztőnk, de a Bieber Szék és Puskás Peti kiváló. Szólóban is, meg zenekarként is. Igen, nagyon jó. Igen, meg a saját személyisége, nagyon hozzáállása, nagyon rendes. Rendes fiú a Petina. Ez kell, hogy mondjuk. Jó, nagyon jó a színpadi meló. Igen. Hogy itt tényleg fel akarják dúrni a színpadot, ami így kevés zenekarnál látható már. Kéne még nekik egy-két sláger, hogy tényleg jó legyen a dolog, de hát, ez ezzel legnagyobb. Ne egy szám miatt szerezd a Beavers, igen. Tehát még két-három ekkora sláger, és akkor úgy működne a dolog. Bennük van bőven egyébként, szerintem. Igen.
Na, azt mondja, hogy sok mindenről kell beszélnünk, mert ugye tegnap elindult egy játék is, egy nagyon klassz kis játék, és erről is beszélünk rögtön, de előtte gyorsan még egy-két közlekedési hír, hogy mi a helyzet az utakon. Azt mondja, hogy a Kaposvár, a Jutai úton trafik, köszönjük, ez egy nagyon-nagyon fontos info volt, a Jutai úton van trafik, úgyhogy mindenki vigyázzon. Újróna főn, mínusz 9 volt, de azt mondja, hogy a mínusz 5-öt túl teljesítettük, hogy ezt mondjam. Tehát mínusz 5-öt ígértek valószínűleg, és mínusz 9 lett. Ugye mínusz 3-at mértem én is, hűvös. A hazás megérkezett a hétvégén, amíg egyes Londonban teniszdöntő. Bezonyám, és ezzel kapcsolatban van egy nagyon jó hírem azoknak, akik érdekel. Nyilván rajtam kívül még vannak hárman legalább. Hát kettőn. Tegnap ugye megnéztem, a kedvenc a téli foglalatosságom, mindenki tudja, aki rendszeresen hallgatja ezt a műsort, hogy minden reggel fölmegyek, megnézem a kékestető webcamjét, hogy mi változott ahhoz képest, amit tegnap. Így van, és tegnap fönt májusi képeket láttam fent csak, tehát hogy egy erőtés update ráfért volna így a webcamre, meg a rendszergazdát valakinek fel kellett volna, hogy ébreszte, és meg is történt, felébresztették a rendszergazdát, és vannak fent friss képek, a déli sípályról, az északi egyesről, meg az északi kettesről, és azt kell mondjam, hogy gyönyörű. Tehát, hogy a kékestető ebben a pillanatban gyönyörű, minden be van havazva, be vannak havazva a fák, a sípályák, stb. Egyszerűen csodaszép. Úgyhogy ha miattunk történt a dolog. Köszönöd. Akkor is köszönöm meg, ha egyébként a közi érdekében akkor is, mert hogy nagyon-nagyon szépek ezek a képek. Minden reggel fent leszek. Mármint ébre leszek, azt nem mondom, hogy minden reggel felök megy. De hogy nem felmegyek? Felmegyek és megnézem. Szeretem. Otthon már fel is vetettem, hogy menjünk fel. Menjünk fel valamikor a hétvégén a Mátrába, de hát nem tudunk menni, hiszen Győrbe megyünk az adventi vásárra, ahova. Tudom, most jön az, hogy ahova a nem sznobok mennek. Ahova mindenképpen elmennek, ja, azoknak is, akik nem sznobok. Akik külföldre mennek, Bécsbe mennek sznobok, akik a győri adventi vásáron mennek, azok nem sznobok. Azok igényesek, szimplán, így van. Mindenki, aki külföldre megy, aki Bécsbe megy, aki azt mondja, hogy kicsit körbenézne a nagyvilágban, hogy mi van, a sznob és urizál, és kikérjük. De jó, hogy ezt nem én mondtam. És szörnyű ez a világ, hogy emberek már egészen Bécsig mennek egy forró csokér, vagy puncsér, és sznobok, és hát komolyan mondom. Aki külföldre kiteszi a lábát, az már eleve viselje a következményét. Hogy kap egyfajta pecsétet Jánostól, hogy lehet itten utazgatni, meg megnézni, hogy mi van. De minek, mikor minek? Van itt is karácsonyi vásár. Főveleség, csak a Bazilikához, vagy a Vörösmarty térre, mindenki más Győrbe, vagy ahova akar egyébként, mert még nyilván egy csomó szép adventi vásár van az országban. Borkai Zsolt a vállán fog végig vinni Győr polgármester. Biztos, igen. Egy a lényeg, semmiképpen nem menjetek karácsonyi vásárra külföldre. Jó, ha nem akarjátok Jani pecsétjét megkapni, mindegy tőle egyik rohadt nagy büdös sznobok vagytok. Szombaton, Talia, Széchenyi téren. Kikérjük magunknak, hogy külföldre menjen, de igaz, hogy olcsóbb már sokszor, mint sok magyar vásár, de ennek ellenére senki ne menjen külföldre, ha nem akarja. Nem akarja Jánostól megkapni egy sznob. Most már ránézek erre a győri, hogy ez mit tudja meg. Egyébként az van, hogy én még egyszer nem voltam neki, és úgy mondta egy kedves barátom, hogy csak én hiszek neki. De most már tényleg legyen olyan basszus. Igen. Mi lehet most Mokkencsel, kérdezi valaki. Jó kérdés. Hát sajnos tőlük nem kértünk számot, úgyhogy nem tudjuk. Forralja a kannást. Forralja a kannást, és túlélnek, igen. Ali Frézserrel valahol éppen egy lángoló hordó mellett áldogálnak, egy híd alatt melegednek, és tervezgetik. Tervezgetik a jövőt. Mokkencs és Ali Frézser. A két elválasztottak. A jövőt. A két elválasztottak. A jövőt, ami ezzel esetben valószínűleg egy ilyen rövid táv lehet, másfél-két óra. Igen, de hát így kell a programot megélni. Ja, azt már tudod, van. Akkor az már másfél-két órát tudsz ilyen állapotban előre tervezni, az már profi. Igen. Jó, így kell élni. Lehet, hogy ez a vidám élettitka. Ha nem is a hosszú élettitka, de a vidám élettitka mindig az adott percben, mindig az adott pillanatban, csak annak a pillanatnak, ami van. Mert nem tudhatod, hogy hol leszel pár órával később. Na, ugye van nekünk egy nagyon klassz kis játékunk, amit ti elindítottatok tegnap. Ja. És amivel mi szeretnénk nektek egy kicsit kedveskedni, sőt, mi több kicsit rátromfolni a Mikulásra, és bebizonyítani, hogy vannak helyek, például ez a rádió, és a mi hallgatóink otthona, ahol már ugye hát két nappal előbb érkezik a Mikulás. Bizony. Két nappal előbb. Tehát mi úgy gondoltuk, hogy kicsit őt most fölbedöngöljük, mert mindenki december 6-át várja, de szeretnénk megmutatni, hogy nálunk már december 4-én. Fel kell kötni a vörös pendejt, Mikulásnak, mert hogy annyi ajándékkal jövünk, hogy valami egészen elképesztő. Meg nagyokkal. Nagyon-nagyokkal. Nem úgy ilyen kis ízik, nagyokkal... kis Mikulás ajándékcsomag. Nem, ez ne. Nagy Mikulás ne. Ajándékcsomag. Nagyokkal is értékesekkel, hogyha megnézzük egyébként ezt a listát, amit ide raktak nekünk az adásmenetünkbe, akkor azt láthatjuk, hogy akár külön-külön is
nagy durranás lennének, de nem. Mi mindegyiket ki fogjuk sorsolni. Mindegyiket kisorsoljuk, igen, és hogy mi a játékos feladata, ugye ez hogy játszon. Fontos. Hogy játszon, ez a legfontosabb, így van. Hogy hallgasson bennünket, innen indul, legyen rádiója. Ismeri a rádiót, igen, ha egészen messzire akarunk menni, igen. Szóval, hogy ugye ezzel a bizonyos kártyával kell ugye vásárolni, Mastercarddal kell vásárolni. Most azok vannak előnyben, ahol Mastercard van. Hát ez most egy ilyen játék, remélem, hogy ennek sokan örülnek, és lehet vásárolni kártyával, vagy netről rendelni igazából, ez teljesen mindegy, megőrizni a vásárlást igazoló kis blokkocskát, és a kártyás vásárlás összegét, valamint a Mikulás szót kell elküldeni nekünk ugye SMS-ben. Aha. Tehát azt, hogy Mikulás, és hogy mennyi volt az összeg, ellenőrzés céljából kell egyébként a kis cetlit megőrizni, hogy majd, amikor esetleg nyertek, és legyen így, akkor ő meg tudjuk nézni, Anna és közjegyzőnk Marika, és mindenki le tudja Erzsike és Marika, aki mindent rendben talált remélhetőleg a játékmenete alatt, le tudja majd ellenőrizni, hogy igen, ti valóban vásároltatok, mert hát SMS-t azért bárki tud küldeni. Nem feltételezzük, hogy megpróbáltuk bennünket megvezetni, de kell a blokk. Bizony, hogy ez így legyen igazságos. Vissza kell igazolnod a dolgot, és hogyha már sokan kérdeztétek, hogy netes vásárlás nem mi van, vagy amikor megjön az áru, akkor ahhoz szokták hozzá csatolni a blokkot, vagy tedd el, mentsd el, fényképezd le egy ilyen cringe, vagy mi az, amikor screenshot-tal, vagy mindegy, valamivel tudjátok, hogy mi az. Igen, a visszaigazolást bizonyító SMS-t. És ja. Hát vagy egyszerűen elmented azt, hogy az SMS szolgáltatásban jön a vásárlásról, neked egy visszajelzés, azt lemented. Mikulászó összeg egyelőre, ennyi kell. Mennyit költöttetek, és a Mikulás december 4-én pedig sorsul. Mastercard és Maestro márkai bankkártyával. Kérem? Ja, hogy azt hittem nekem Én nagy kártyás vásárló vagyok, úgyhogy én baromira támogatom, hogy előbb utóbb lassan mindenki álljon át, és vásároljon kártyával. Tehát ez a pénzedet kirángatod a zsebedből, és állandóan cash-sel jársz, és én állandó nagy elhagyója vagyok az összes pénzformának és formulának, ami a zsebemben megtalálható. Ha kártyát hagyod el, és letiltatod időben, és nem vagy hülye, akkor nagy baj nem ér. Hát meg van egy pótolási díj esetleg. De elhagysz 20-30 ezer forintot, azért azt nem pótolja neked vissza senki, ráadásul oda mész, kifizeted, biztonságos, jó, úgyhogy én nagy kártyás. A legtöbb vásárlás lehet, én is ingyenes. Az meg a másik. A vásárlás. Ma már a készpénz a legdrágább fizetőeszköz, azt mondják, akik értenek hozzá. Főleg, ha elhagyod mindent. Úgy meg igen, mennyit veszettem hozzá, mert nagyon ilyen érintetnek éreznek a dolgokban. Egyik gatya, másik gatya, hátulra adj egy zsepit, kirántom, fizetek, de nem mindig nagy összegek, meg hát az ember nem tényleg csak. De most egy ezres is. Hát de hogy meg tudok bolondulni, és egyre jobban ideges. Meg bosszantó. Jobban ideges. Tehát, hogy bosszantó lehet, hogy mert hogy jó, oké, mondjuk egy ezres tényleg azért nem olyan nagy összeg, de azért tud fájni például akkor, amikor számítasz rá, hogy nálad van. Érted? És onnan jössz, és basszus, és sehol és semmi. És már a hátad mögött a sorban. De tartsa fel! Vásárolni pénzzel mennyi van. Igen, most mondtam, hogy járok postára baromi sokat. Nem szeretem, mert egyfajta időutazás, és ott mondta a néni. A nénye mondta. És az érdekes, hogy ezt igazából te most dicsérek meg. Igen, de tényleg, hát ott a képeslapok, az üdítők, az ajándékkártyák. Chuck Norris filmek, DVD-n. Chuck Norris filmek és Michael Dudikoff filmek, DVD-n, tehát minden van. És nagyon ajánlotta nekem a néni, hogy valamiért fizesse kártyával, de nem tudta megfejteni, mert hogy hát az már ingyenes lett, ugye, ha te postán fizetsz. Igen, kártyával. Igen. Hát meg ott van a nagyszerű e-check alkalmazás is. Igen. Tehát, hogy azt is érdemes mindenképpen kipróbálni. Én nekem ott egy pici fájdalmam az, hogy ugye nem minden csekk érkezik még QR-kóddal, de ami QR-kóddal érkezik, hát azért a konyhaasztalnál ülve... A konyhaasztalnál ülve, mondjuk így elkávézgatva feladni úgy a kis csekkjeidet, illetve átutalni mondjuk a bankkártyád meg az e-check alkalmazás segítségével azt a bizonyos összeget, amit abban a hónapban kaptál a szolgáltatót, azért az kényelmesebb, mint elmenni a postára, ami egyébként szintén nagyon izgalmas dolog, meg nagyon jó, meg nagyon szórakoztató. Egyfajta időutazás, ahogy Balázs fogalmazott. De azért mégiscsak jobb, amikor megkapod, kimész a postaládához, bemész, feltéped, és már 5 perc múlva el van küldve minden. Ez a te jövőd, ez mi? Igen. A nyugalom szigete maga otthon a konyhapult. Így van, de minden csekre QR-kódot. Mozgalmat el kell indítani. Na jó az egyébként, jó az tényleg. Na igen. Most miután elkezdjük majd küldögetni ezeket a kis SMS-eket, hogy Mikulás meg, hogy mennyi pénzt költöttem, akkor meddig küldhetjük mi játékosok, mert te nem játszhatsz. Nem játszhatod? Ugye? Hát szerintem nem. Szerintem nem. Van egy ilyen gyanúm.
a december 1-én összesítjük majd az SMS-eket. Így van, és akkor a harmadikán 15 óráig lehet elküldeni. Ott Marika lezárja a közjegyzőnk. Erzsike vagy Terika, attól függ, hogy ki ér rá éppen, természetesen mind a hármuknak papírja van róla. És december 1-én pedig szépen nekiállunk, aztán azt mondjuk, hogy ezt teked Mikulás. Ej, ezt teked Mikulás. Na, ezt figyelj, ezt múlt fölül, figyeljé csak itt, ez a LED televízió, Xbox, játékok, 100 000 forintos játékvásárlás útvon, élelmiszervásárlás útvon, 200 000 forint értékben, lesz ott egy tablet is, 16 gigás, aztán meg lesz ott almás, az meg 64 gigás, kártyafüggetlen, és ráadásul meg ott van a családi wellness hétvége 300 000 forint értékben. Azért ezek nem gyengén erények. Ebből játékspotot. Ahogy felmondva. Hey, Mikulás. Ezt a kutya fáját. Ez is tesz. Az is tesz. Tahók is játszhatnak, hogy én vagyok. Vannak még ilyenek. Úgyhogy drága hallgatók, ha nektek nincs, tessék felkutatni a családban, kinek van elküldeni, aztán drukkolni, hogy jó legyen és menjen a dolog. Jó? És ha már szóba került ez a Mikulás, én azt gondolom, hogy érdemes lenne már tényleg ugye ránéznünk így a kis dátumra, itt a képernyőn, a jobb sarkában 11-a, 24-a, jó napot kívánok, mikor fogunk húzni mi, mint stáb. Akarunk? Mi akarunk. Van veled? Akarunk. Te voltál a legnagyobb kerékkötője az elmúlt években a mikulásos húzásnak, hogy minek ne csináljuk, pénzbe kerül, mondta a János. De most már felgyűltek ott a kibontatlan ajándékok, amikkel nem tudok mit kezdeni, és most már el szeretném sózni őket. Elkapott valami fura, teljesen számodra megmagyarázhatatlan érzelem, esetleg a szeretet érzése, és ott valul belül valami kicsit melegedik a szíved, és azt érzed, hogy jön a karácsony, esetleg ne adj Isten, számodra teljesen fura módon örömet akar szerezni a többi itt dolgozó. Azért mondom. Nem természetesen, nem? De a karácsonyi hangulat már elkapadni nyilván azért, mert felmentem a kékeskedő webcamjére, és láttam azokat a behavazott lankákat. Egyébként tényleg nagyon kell, hogy az ember legalább egyszer elmenjen egy karácsonyi vásárba, sétáljon kicsit, tehát az hozza meg magát az ünnepi hangulatot. Én benne vagyok, hogy húzzunk, tehát hogy én szeretem, csak aztán ezt egy-két éve így leszavaztuk, és nem nagyon húztunk, de én húzáspárti vagyok, és nem csak úgy, ha egyedül vagyok, valahol hosszabb ideig külföldön. Tehát abszolút, húzzunk, határozunk meg egy értékhatárt. Én is a rántás párti vagyok. De, hogy figyeljetek, én át akarom élni megint azt az örömet, adni vagy kapni? Amikor mit akarsz kapni? Ő kapni akar. A várakozást az arcotokon, ahogy örültök, hogy tépitek fel az ajándéknak a csomagolását, ahogy örültök, hogy csapkotok, kisöklötökkel a levegőbe, hogy igen, végre megkaptam, stb. Igen, végre megint Janitől kaptam két Zodex szóval. Így van, és ebből az egyik érvényes is. A májusba lejárt. Így van, három meg lejárt. Jó, hát húzzunk. Legyen már. Húzzunk. Legyen már. Mikor legyen? A héten, ezt szerintem mindenképpen ejtsük meg. Húzzunk a héten. Még egy hónap van azért karácsonyig. Hogy neked kell idő, míg kigondolod, hogy mit fogsz adni őszülnek. Szerintem nem árt. Aha. És azért minden idő egyik legjobb ilyen stábos karácsonyi ajándék. A Balázs nevéhez fűződik, hogyha valaki olyat akar készíteni. Az ugye volt? Az emlékezetes fali naptár. Fali naptár. Igen, azt nagyon-nagyon szerettem. Igen, Lacinak csináltam egy fali naptárat a rádió vezetőivel és dolgozóival is. És alkalmazottaival, és mindenki valamilyen pózban. Így van, picit pikánsabb volt, mint amire számítottunk, egyébként illetve nem számítottunk semmire, de hogy ahhoz képest meg aztán pláne felülmúlt mindent. Nekem nagyon bejött az a naptár, és hogyha valaki valami hasonlóban gondolkodik, akkor szerintem ahhoz idő kell, hogy összehozzuk, nem? Jó, legyen összeghatár? Uh-huh. Tehát mondjuk azt, hogy x 1000 forintig ér a másiknak venni, szerintem egyébként ne legyen. Tehát én nem támogatom ezt a dolgot, hogy összeghatárba kössük, és nem azért, mert nagy az ember... Én sem, mert bízom benne, hogy te húzom. Nem akarok, csak hogy hagyjuk mindenkinek meg a lehetőséget, hogyha akar nagyon kicsit, akar nagyon nagyot. Tehát ne legyen ez redukálva, hogy akkor most 1500 vagy 2000 forint, nem is tudsz nagyon belőle. Tényleg mit venni, vagy otthon akkor készítesz, hogy nem tudom, hogy papírpoharat, vagy nem tudom. De hogy ne mondjuk meg, hogy mennyi, csak találjuk ki, hogy akkor mikor húzunk, és aztán mindenki azt, amit akar. Jó. Egyetlen dolgot kérek, hogy idén ne a Zsűr húzzon engem, illetve én őt, mert két évben egymás után lesz következett be ez a dolog. Igen. És ugye elég jobb be tudjuk lőni a másunk az ízlését, csak egy picit már unalmas volt, hogy mi akár külön is rendezhetünk volna a Mikulás ünnepséget. Jól emlékszem, hogy egy ilyen város oda visszakönyv volt. Igen. Visszaadjátok oda. Tehát amit most húztok ott tavaly itt, vagy a tavaly előtt, megint visszaadjátok egymásnak. Jó, hiszen még kise bontottam a 2012-t. Azért mondom, hogy szépen az úgy visszaérkezik. Jó van. De tudjátok már, hogy kinek mit? Vagy elindult már úgy bennetek? Úgy felvillanyozódva szeditek a kis puha lábacskáitokat a tapancsaitokba, a kis alpina csizmáitokban, és már nyakatokban. Alpine csizmában már nyakatokba vetétek a várost, és tudjátok?
Én már igen. Igen? Igen. Van, amit igen, van, amit még nem. De hogy, hát csak januárban szokták alacsony ajándékot venni, akkor vannak leértékelések. Nehogy hát azért tudja, mert már januárban megvette. Ez nem karácsony. Az idei karácsony, ez a tavalyi. Igen. Hát, már azt pótolom, egy éves csúszásban vagyok folyamatosan. Azért, ez egy olyan nagy meló. Ez egy olyan nagy meló. Én is mindig olyan ötlettelen. Pedig tulajdonképpen, ha belegondolunk nekünk, vagy legalábbis nekem szerintem, nekem egy embernek kell venni, ugye a BK-nak. Mert ő elintézi az összes többit. Igen, tehát ő nálunk azért, is így van, hogy ki intézi a többi, gyerek, család, minden. Családot, minden, már az én anyámat tudja, hogy mekkora alába, meg mit akar magának karácsonyra, minden tud. Tehát nekünk csak egy emberre kell gondolni, de olyan rohadt nehéz, hogy azért személyes, aranyos legyél, egy kicsit örüljön, közös legyen, élmény legyen, vagy mi legyen, vagy olyan drága legyen, nem tudom. Fogalmam nincs. Mónikának mit veszel? Na tessék. Vagy mit kinek? Vettél? A feleségednek. Ja, tényleg. Hogy nem tudom még. Nem tudom még. Neki az a legnagyobb ajándék, hogyha minket boldognak lát. És téged nagyon könnyű boldogát tenni. Te örülsz mindennek, hogy egy rútbákos beiglivel te máhelyett verebet lehet veled fogadni. Nagyon nem kell túl gondolni. Két darab kürtös kalácsa meg vagy. Nem? Ennyi. Ha három, akkor meg aztán már jövő májusig. Nehéz. Nem könnyű ezt kitalálni. Na, viszont egy érdekes hírt találtunk. A svéd király úgy látszik, hogy megbolondult. 16. Gusztáv. Az egyik napról a másikra arra kényszerült, hogy valamilyen okból kifolyólag tusolás helyett kátfürdőt kellett vennie. És rájött, hogy annyira haszontalan volt ez a kátfürdő, hogy szíve szerint betiltaná Svédországban a kátfürdőzést. Betiltaná a kátfürdőzést azért, mert rájött, miközben őt vagy megfürdették, vagy valahol be kellett ülni egy kát forró vízben, hogy hát ez rengeteg ivóvízbe kerül, és ez belenyilalt az ő kis tudatában, hogy nem okos dolog, hogy ezt tesszük, nagyon szégyelte magát, amikor ő megfürdött. Egyszer szégyelte magát. Mennyire környezetudatos, mennyire szimpatikus. Bárha az egész uralkodó család abban az egy kádban fürdött volna meg, akkor már nem lett volna akkora baj. Kiszállt a kádból, megtörölközött, és azt mondta, hogy meghirdeti a kád ellenes harcot. És utána felvett valami. És utána a sajtótájékoztatóan pedig fel is öltözött. Igen. Magára kapta a kis kasmír, kis fürdőkendőjét, és meghirdette a kád ellenes harcot. És azt mondja, hogy ezen semmi értelme kádban fürdeni, ugyanis sok-sok-sok liter vizet használunk mi el, ahelyett, hogy gyorsan lezuhanyoznánk. Uh-huh. És gondolják át azok, akik kádban fürdenek, hogy mennyit tudnának segíteni az anya természetnek, ha ők zuhanyoznának, és hogy szíves szerint Svédországban betiltaná a kátfürdőzést. Mm-hmm. Nagyon jó fej, Károly Gusztáv, ugye 16. ezen a néven a sorban, ő 69 éves. Megkeverjük a 15. Így van, mert ő neki egy év, a 15. Károly Gusztávnak sokkal nagyobb tervei voltak, de 69 éves a csávó, és ő erre most döbbent rá. Mm-hmm. Hát jobb később, mint soha. De megvan az ébredés, hogy eddig ő hol volt, hogy ő ezt nem, mert szerintem ezt mindenki tudja, hogy a tusolás, az kevesebb víz, nagyobb környezetvédelem. 69 éves koráig őt egyszer se fürdették meg, gyerekkorában se soha nem volt kád vízben. Alanyi jogon lesz eluralkodó, nem az intelligencia. Ez jár, értem. Én nagyon röhögtem, amikor a hírt elolvastad, tehát 69 évesen megvilágosodik Károly Gusztáv is elhagyja. Egyre kevesebb húst teszik, elektromos autóval jár, és igaz, hogy van egy baromi nagy flottája hagyományos autókból, de kezd átállni. Uh-huh. De azokat csak itt tartogatja. Igen. Azt hittem, te ezt támogatod, és ennek örülni fogsz. Hogy ne támogatnám már? Csak hogy kettő közt az a különbség, hogy nekem mondjuk nincsen saját repülőgépen, meg stb. Tehát nem utazgatok össze-vissza a világon. Nekem kicsit az udvartartásom kisebb, mint Gusztávé, és hogy azért neki egyéb helyeken is kellene még kurtítani itt ott a költségvetésből ahhoz, hogy ugyanazzal a léptékkel rendelkezzen, mint én. Neki egy picit az ökológiai lábnyoma még így is nagyobb, mint az enyém. Most ha kb. 10 percig zuhanyzom, vagy beülök egy kárvízbe, mennyivel használok el kevesebb vizet? Sokkal kevesebb. Főleg, ha ugye eszünkbe jut az a kád méret, ami neked otthon van. Ez nagyon egyszerűen mérhető. Sokszor voltál nálunk, igen. És láttad, akkor sokszor megfürödtél abban a kádban. Úsztál benne nagyokat, és láttad azt a kádat, ami nálunk van. Viszonylag nagy kádról van egyébként szó, Balázs, a szájából hallottam már, hogy nem kádnak hívja, hanem léknek. Igen. Bombatámadásnál az egész család belebújik, magukra borítjuk, és azzal szánkózunk. Figyeljetek, nagyon egyszerűen mérhető egyébként a dolog, amikor mondjuk otthon zuhanyzol, akkor fogod, és szépen a tálcát, vagy nem tudom, hogy tényleg nálatok mi van, bedugod, és aztán csekkolni tudod, hogy mekkora az a mennyiség, amit elfogyaszt a zuhanyzás közben. Aztán megfürdesz.
Igen. Hát akkor kifolyik a víz. Hát biztos van valami, ami beledugni. Nincs hát nem lefolyik, hanem a beledobod a dugót, hát ez 2 centi vas, 2 centi magas az zuhanytárc, utána abból átfolyik a víz. Van, aki meg a kádat használja az zuhanyzásra, tehát van, aki nincs mindenkinél zuhanytárca és kád. Vagy, ja, értem, tehát vagy a beászom kádba, akkor bedugod a dugót. Bedugod, és akkor szépen meg tudod nézni, hogy mennyi vizet fogyasztasz. De hagyjatok már ezzel a hülyességet tényleg. Ne. Ne idegesítsetek már, hogy attól lesz jobb a környezet, igen, hogy én nem fürdöm kádban, vagy én szálljak ki a kádból. Én nem, de kivéve a hátsó vízben megbeszéltük. Jó, most jöttek itt, igen, és a mosógép öblítővizét vezessük vissza az esővízbe, az esővízbe fürödjünk meg, azzal húzzuk le a budit, szűrjük meg, és ígyük meg. És itassuk meg a szürke marhákat vele. Igen, és a végén itassuk meg, igen. Igen. Nem, komolyan mondom, ki vagyok ezektől a az fontos egyébként, hogy utólag itass meg a szürke marhák, hanem pedig előtte, mert hogyha abban mosakszom, amit a szürke marhák. De akkor én egy önző ember vagyok, hogy én beülök egy kádvízbe? Tehát én akkor ezért önző vagyok, mert én szeretem magam egyébként 20 percig csapatni meleg vízzel az zuhanyba, vagy beülni egy kádvízbe? Ha mi is átmehetünk hozzátok? Utána? Én nem akarok az ő vízében fürdeni. Ez gyerekkoromban volt, hogy hatal fürdött egy vízbe. És volt status quo? Tehát, hogy kifürdött először és ki utolára? Hát az idősek, hát én voltam a család végén, én voltam a legkisebb, én fürdöttem utolára. Ki keresni a pénzt így? Ki hozta a kenyeret az asztalra? Na, akkor ki fog először fürdni? Én? Na, mindenki bálasz. Fekete volt a víz konkrétan, mire én a sorra kerültem, érted? Nem láttam a kádaját, nem mertem beszállni, mert nem tudtam milyen mély. Tehát azt hittem, hogy elnyelért. Nálunk is volt egyiket, hogy én pánikszerűen mindenki megpróbált elsőnek fürdeni, amikor apám a garázs lejáróból hordta hátra fél napon keresztül a brikettet. És aztán jött fel szénporosan. A pinyóból. Svéd király, ide vagy oda, komolyan, én ebből nem vagyok hajlandó leadni. Milliárd. Én ezt nagyon sokszor elmondtam, nem vagyok ebből hajlandó leadni. És ne gyertek nekem ilyen matematikai fejszámolása, hogy ha 1 millió ember fürdik el egy kád vizet, akkor... Milliók sikítanak, amikor te fürdesz. Szomjan maradnak, érted? Afrika szomjazik, és nálad folyik ki a kádban a víz. Ez egy baromság. Ez igen. Ez mondjuk én is aláírom. De miért? Te kivel vagy? Afrika nem miattunk szomja. Egy baromság. Tehát nem azért szomjasak Afrikában, mert én egyébként 20 perc után kezdem el a pókot kiüldözni a sarokból. És ez még csak vagy egy olyan bruttó 8 perc után vagyok hajlandó egyáltalán bemenni, mire az a kellő hőmérsékletű víz folyik. Tehát, hogy nem ezért szomjasak Afrikában. Nincs összefüggésben a kettő. De elvihetnénk Afrikába a kitusolt vizet, nem? Persze. Aha, igen. Kecskemétnél felszedlek, indulj el egy ilyen. Egy ilyen kis hátadon néhány tartálya. Nem, komolyan, ez hülye ez a svéd király, tehát ha már ezt is el akarja tőled venni, míg tételezzük, hogy ezt Magyarországon akarná betiltani, tényleg demonstratív jelleggel naponta 3 kád vízben fürdenék meg. Tehát vannak dolgok, amiből egyszerűen nem szabad leadni, és meg kell őrizni a kényelmedet. Én önző vagyok, én ezt beismerem. De nem jut eszembe az, hogy védjem a természetet, ha elmegyek zuhanyozni. Nem jut eszembe. Akkor én zuhanyozni akarok, jól érezni magam, pihenni és beállni a meleg víz alá. Hát letusolsz 3 perc akkor, alatt, utána jól érzed magad. Akkor jó. Akkor itt van egy másik érv, ami milyen nagyon szimpatikus lesz perc? Számodra. Figyelj. 3 perc alatt, ha tudom, hogy 3 percen van az olyan, az el sem megyek. Tehát nem megyek el, 10-12 perc alatt nem tudom megcsinálni. Figyelj. Nincs ilyen hülyeség. Tapasztalatból mondom, és ezt te is meg fogod érteni, el fogod ismerni, és hogyha még nem próbáltad, kipróbálod, hogy sokkal több endorfin termel a veretés, mint a pancsolás. De hideg nekem. Hideggel. Micsoda, a te zuhanyzásod endorfin termel? Igen. Vagy, a zuhanyzás az sokkal több endorfin termel, hogyha megfelelő irányba is megfelelő. De én zuhanyzom, én nem nagyon ülök kádvízbe, csak azt a mennyiséget fürdöm el, amit a kádban egyébként mások kádvízben használják el. Tehát én egy 20 percig zuhanyzom körülbelül. Uh-huh. Tehát olyan pára van, amikor én kiszállok a fürdőszobából, érted, hogy nem találjuk meg egymást Vikivel, mikor ez bejön. Napi 20 csak perc, vagy heti 20 perc? Na igen, Istenem! Nyisd ki az ablakon! Ha te kezedet fogom, akkor kiét, ha nem? Vagy még itt van Marika néni. Igen, van még valaki a vízben? Kiabálnak mind, amikor elsőjettetíteni. Ezeket nem veheti el tőlünk senki. Érted? Nem én vagyok a vízért, hanem a víz van, értem. A forró víz. Kifizetem, megveszem. Azért van, hogy jól érezzem magam. Nem azért persze, hogy éjszaka folyjon, hogy menjen kárba. Uh-huh. De ha 20 percig zuhanyzol, ettől te még nem vagy rossz ember, ezt akarom megérteni. Aha, ettől te még nem vagy pazarló. Jó, mert megengedheted magadnak, hogy beállj a meleg víz alá. Ha nem tudsz lejjebb adni a burzsuá szokásaidból, milyen burzsuá szokás? Akkor szerintem és a tusolás. 3 hónaponta összeveszünk ezen, de nem vagyok hajlandó burzsuá szokásra gondolni azt, hogy nem akarok úgy zönni, hogy elzárom, szabad, kinyitom, elzárom, szabad, kinyitom, elzárom, és képezzel ez zuhanyzol. Figyelj, burzsuá, hogyha nem sikerül lejjebb adnod a szokás
társaidból, akkor be kell vezetnünk tényleg a vízkvótát, a meleg vízkvótát. Igen, és akkor vedd meg és a Janitól, érted? Vegyél tőlünk. Nekünk ez egy rendszeres bevételi forrás lehet, én tudom majd ebből mondjuk adott esetben finanszírozni a gyereknek a tanulását, mondjuk egészen egyetemig. Nem akárhol. Érted, hogy a harmadik diplomáig, érted? De hogy akkor legyen ez, legyen vízkvóta. Hogy én megveszem tőled. Így van, pontosan így. És te mit veszel tőlem, vagy mit tesz cserébe? Tehát én nem... semmit, én nem tudok neked semmit adni, ami neked nincs. Jó, hajlandó vagyok ezen elgondolkodni. Ráadásul fűteni kell a te vizedet, mert forró vízbe tusolsz. Mert te hidegben nem. Tehát te azt mondod, hogy te beállsz a hideg vízbe. Én nem, 5 perc alatt tudok végezni. Nem 20 percig. Le se ér a víz a hátadat 5 perc alatt. Hát azért fölül rá, hogy kétszer lassan meg. 5 perc, mire érted, elér a kettes csigolyádig. Meg felék áthordják a forró sunka levet, érted? Új, jó aztán. Érted, ők eleget forralnak a gáztűz helyen ahhoz, hogy ott állandó olyan hőmérséklet legyen. Hülye ez a svéd király, komolyan mondom. Én ezen nem vagyok hajlandó spórolni. De nézzük meg, hallgatóinkat, tessék, ki a legnagyobb spórolós a családban? Nézzük meg, hogy ne csak az zuhanyzásról legyen szó. Drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy mi igazán elképesztő dolgot látok párotoktól, férjetektől, feleségetektől, anyós, após, szülő, aki valami elvetemült módon próbál meg úgy spórolni valamin, hogy már azt ti is kellemetlennek érzitek. Ahogy ugye például János ugye védi a természetet, és spórol a vízzel, ő tényleg sokszor elmondta, ez a matróz zuhanyzást, kinyitom, levizezem magam, elzárom, lekenem magam, elzárom, kint vagyok, kész. Ennyi. 2 perc. Konkrétan még el se döntöttem, hogy valójában akarok-e zuhanyozni, vagy csak lábat mosok, mi annál János kétszer lefürdött. Spórolás jelleggel. Tehát mi az, ahogy a környezetetekben valaki spórol? Mivel spórol? Hogy spórol? Min próbál egy kicsit ügyeskedni? Most háztartáson belül természetesen. Tehát nagyon sok minden lehet. Penészes kenyérhéját levágni, mert belül még jó. Így van. Jó, Nem. Mert a penészgomba nem, így, ebben a formájában nem fogyasztható. Jó a penész, egy csomó minden. Na, de várjál, nem a penészes kenyérhéját fogod elfogyasztani, hanem azt a kenyérdarabot, amit megmentettél, rossz irányból közelítetted meg a dolgot. Igen, de azt nem véletlenül penészedett be az a kenyér, tudod? Tehát, hogy az már nem jó. A többi része se, szerintem. De hát ki mindenki úgy él, ahogy akar. Igen. De tényleg írjátok meg, mivel spórol a család nagy spórolósa, jó? Amivel benneteket az őrületbe kerget. Ha ez matróz zuhanyzás, akkor az is lehet akár, hogy egy kádban fürdik az egész család. Ezt is megírhatjátok még, de hol látjátok a számotokra kellemetlen spórolást? Küldjétek el nekünk, mi pedig jövünk Ákos után. 3:48 pontosan, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, kedden hűvös van, ha valaki még nem indult el, vagy most indulna, készüljön, hogy csipős, ahogy szoktuk mondani. A reggel, de nem baj, hát jön a tél, jön a december, ez a dolga. Isteni idő volt eddig, 20 fokok volt, emlékez még múlt héten délutánonként 18 fokos. Legyen hűvös, legyen hideg, ez a január. Legyen hó. Január, ez a december. Legyen hó. Hova ugrottunk? Kicsit ugrottam egy bruttó 2 hónapot az időben, igen. Na, a spórolásról beszélgettünk, ugye megvitattuk, ugye a svéd király betiltaná a kádfürdőzést. Hát édesem, ő megfürdött egy kádvízben, és rájött, hogy hát oda a természet, ha mindenki kádban fürdik. Micsoda világ ez, és micsoda fertő, hogy van néhány ember, aki szeret kádban fürdeni. Ő ezt betiltaná, mert rájött, hogy rengeteg ivóvíz megy kádba is. És ugye spórolásról beszélgetünk, mert hogy minden családban legalább egy nagy spórolós van. Aki összegyűjti az újságot, aki úgy megy el WC-re, aki úgy használja a fürdővizet, aki spórol a gyufával, a benzinnel. Levágja a krémes tubusoknak a tetejét, összekapirgatja bele a mindenfelé feltapadt kis krém. Jó, elég az életedből. Hagyjuk, most kivétesen nem. A mosogatóból kiveszi a joghurtos dobozt, összekapargatja ezt az egy kanál joghurtot, és visszaviszi a gyereknek a szobába. Igen, szóval, hogy most kivétesen nem rólad van szó. De nagyon sok esemesen. A nagymamám úgy spórolt, hogy azt a vizet, ami zuhanyzásnál használt a tálcában, bedugta a lefolyót, megmaradjon a víz, kimerte vödrökbe, azzal kellett a WC-t leönteni. Ha véletlen lehúztam a WC-t, akkor nagyot kaptam a fejemre. Ezt Zsani küldte nekünk. Hát ezt sokan csinálják egyébként, ugye, amiről mi is beszéltünk, ez a kádas vízes spórolós, igen. Az apósom rám kapcsolja a villanyt bárhol, szni sötétben is lehet. Na de törölni és lehúzni, kérdezi ördög, ugye? Tehát azért az kemény, budin ülsz és rád kapcsolja a villanyt. És főleg a papa is, így rád is kopogtat, hogy lehet az sötétben is. Hát, nagyon kemény. A főnököm a pánci szekrényében őrzi a befőttes gumikat, azt mondja, hogy nehezen lehet hozzá jutni. Anyósom úgy spórol, hogy nem fizet, és borravalót se ad sehol, ezt András küldte nekünk. Hát azért ez egy érdekes spórolás, nem fizetni, az talán a másik véglet. Kicsit talán több, mint a spórolás.
Együtt laktam annó haverommal, aki látta, hogy kidobtam a rohadt almát a szemetesbe, ő kiszedte és megette. Utólag vallotta be, azóta sem tudtam feldolgozni. Azt mondja, nekem van olyan ismerősöm, aki használ zsíros vagy olajos nejlonzacskókat és szatyrokat, elmossa a mosogatóvízben, aztán kirakja a szállítókötélre száradni, majd újra felhasználja. Nem túl higiénikus. Elküldte nekünk. Nagypapám úgy spórolt, hogy nem járatta a rejtvényújságot, annak ellenére, hogy megtette volna, hanem kilopta a szomszéd postaládájából, megfejtette ceruzával, kirodírozta, majd visszatette. Na, ne. Ez jó. Ez mondjuk, de aranyos. Ez jó. Megcsinálom. Kirodírozom, visszarakom. Mindenki örömét leli benne. Jaj, de jó. Azt mondja, hogy az anyám gyufával gyújtja be a gáztűzhely rózsáját, a használt gyufát félreteszi, hogy a második rózsát az elsőről visszagyújtott gyufával keltse életre, megspórolva egy darab gyufát. Anyám. Péter küldte nekünk. Ismerős. Hogy csillog a szemed, Jani? Hogy csillog? Mennyi új ötlet? Hát, ha egyáltalán van új. Hát, most nyitott kapukat döntött. Azt mondom, hogy neked ebben a témában újat mondani. Igen. Nagymamám egy liter tej miatt, ahol a legolcsóbb volt, képes volt súlyos betegen átbuszozni Nyíregyházán, de aztán a 10 000 forintot úgy adogatta nekem, mintha csak nyomtatta volna. Ben küldte nekünk. Ha már spórolás, az apósom mindent visz, télen, hogy az autó kevesebbet fogyasszon, nem kapcsolja be a fűtést. Ettől azonban, hogy ne párásodjanak az ablakok, tilos beszélgetni a kocsiba. Nagyon jó. Igen. Az már csak abba tortán, hogy esőben vezet a leggyorsabban, mert persze az ablaktörlő is fogyaszt. És elmélete szerint, ha gyorsan mész, akkor a menetszél leviszi az esőcseppet. Majd írd már meg, hogy merre jár a papa, hogy arra én ne menjek. Ő zseni. Csaszi, csak minden nap egy SMS-t, merre van a nagyfater? Léci, bármi, csak hogy hova ne menjünk? Gyorsan megyünk, 100-zal megyünk, nem használjuk. Az ablaktörlő mennyivel fogyaszt többet? 0,008, vagy mennyivel? Az autó teljes élettartalma alatt tudnád megmérni, szerintem egy 2 deci. Atya úristen, igen. Nálunk a férjem a spórolás megtestesítője. Hűtőben szekrényben lejárt joghurt, csoki, túrorudi, mindent megeszik, mert kidobni nem lehet semmit. Fokrém csak annyi, amekkora a fogkefe feje, tusfürdő annyi, amennyivel én fürdök, ő 3-szor. Gabi küldte nekünk. Anyám állandóan szétkaparja az agy, amikor tusolok, hogy ne tököljek, mert vízköves lesz a hátam, meg hogy nem hagyok meleg vizet, aztán lámkapcsolja a lámpát. Dave küldte nekünk. Azt mondja, micsoda? Anyám hatalmas a spórolásban, eltört a lombseprű nyele, nem vett újat kb. 300 forintért, hanem szikszalaggal és némi hulladéklit segítségével újat fabrikált. Hmm. Működött, csak ezután lánckesztyűben kellett lombot seperni, olyan szárkás volt. A szikszalag amúgy nála egyébként sok problémára a megoldás. Ez Geri küldte nekünk. Volt kollégám minden vécér menet előtt megkérdezte a családot, hogy nem kell-e valakinek szintén kimenni, így csak egyszer kellett lehúzni. Nagyon jó. Ez az a durva, hogy nem számított, hogy kis dolog vagy nagy dolog. Ja, ez már talán egy picit problémás. Nem problémás, csak a másodiknak. Az első még, igen, az elsőnek még jó. Vagy, csak képzeld el azt a karácsonyt, amikor kijössz, ugye, és még nem húztad le. És körbe kérdezed a családot egy tojáslikor. Valaki? Biztos? Látom, még nem húztam le. Látom, hogy toporogsz. És valaki eléged mondta, hogy jó, megyek. Bemész, tudod, azt hiszed, hogy csak pisilsz egyet. És ilyen brutális zsizé, pufajka új lerak. Valaki? Szétcsapatná? Senki? Jó, akkor lehúzom. Lehúzom. Atyaisten. Én a barátnőm vizes tűrcsével szoktam csak simán áttörölni magam, hogy ne fogyasszam a vizet feleslegesen. Mert hogy úgyis nedves a törölköző. De tök jó. Amikor kijön az zuhanyzóból és megtörölközöd, te gyorsan áttörlöd magad és meg is vagy. Abszolút, tök jó. Én egy fiatal párral lakom, este megvárják egymás munkából hazajövet, hogy spórolás miatt együtt menjenek fürdeni. Halálig. Jó, hát ez... Hát lehet, hogy más is történik. Az öregapám a lejtőn a 2021-05-ös ladáját leállítja, mondván, hogy itt kevesebbet eszik. Az nagyon szép lesz. Az szerencsés. Egyszer fogod túl a gyújtás kapcsolót túlhúzni, úgyhogy a kormány zár, bezár, és véged van. Ilyet én már láttam. Figyelj, úgyis gurulunk, vedd már a gyújtást, nem kell. És egyel, mert van egy olyan rész, ahol a kormányzár már kiakadt, tudod. De ő még egyet áthúzott, kis balkanyar, paf, és úgy egyenesített. Nagyon jó. És ha szerencséd van, akkor hosszú egyenes út van előtted, nagyon kevés mellékutcával és kis forgalommal. Ha szerencséd. Ha nincs, akkor... Nagybátyám 80 éves egy laborban 2 deci vízben megfürdik, utána még abban elmosogat egy hízóvágásnyi edényt, és nem önti ki, mert azzal még jó lesz a WC-t leönteni. Dáj küldte nekünk, köszönjük szépen. Apám nem öntözi
növényeket a kertjében, mert drága a víz. Hiába mondjuk neki, hogy így viszont meg kell venni a boltban a zöldséget, ami sokkal drágább, nem érdekli. Ettől hülyét kapok. Meg hát, hogyha kirohad a növény, tudod, az nagyon szép. Nem öntözöl, mert ugyan spórolsz a vízzel. Ezek a családon belüli nagy spórolók, hát ezek zseniálisek. A fateromnál tankolás után meg kellett emelnünk a csövet, hogy az sem menjen kárba. Legalább másfél deci. Azt mondja, hogy kollégám annak idején ment Ausztriába rózsa kiállítása, de előtte nem evett, hogy ne kelljen WC-re mennie, mert az Ausztriában nagyon drága. Hát egy euróért. Azért az 300. Ezt Józsi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na jól van, hát minden családban. Ha, minden családban mennyi van nagy szimpatikus koros. Ember. Ugye? Mennyi szimpatikus ember. De hát ki az, aki például egy születésnap utána a félig leégett gyertyákat nem teszi el jövőre, és nem vágja le az éget végét. Nyilvánvaló, hogy ezt mindenki megcsinálja. Nyilván nem én vagyok az egyetlen, aki dátum szerint rakja a sorba a joghurtokat a hűtőben, hogy azt fogja le először, ami a legkorábban jár le. Biztos, hogy mindenki. És akkor 5 gyertyája volt Virágnak az 5. születésnapján, félig leégett, eltetted, és akkor 6 éves volt, akkor volt 5 fél gyertyát, meg vettél egy 6-at, ami nagy volt. Ez csak attól függ, hogy mennyire dugod bele a tortába. Jézus Isten. És van rá magyarázata, érted? Érted, hogy mi a baj? Mindegyiket ugyanabban a szintbe lehet hozni. Jézusom, megőrülök. Nem olyan bonyolult ez, Feri. Atya Isten. És akkor kicsit leszopogatod róla a tejszínhabot, lenyalogatod, de fogsz egy fiskersolót, levágod, és elrakod egy ilyen kicsit félpenészes nylonzacskóba? Kb. Ne, Istenem. Most a technikai részében csak azért nem menjünk bele, mert nehogy itt valakinek 15 ütőtös. Szólj, hogy mikor van a Virág születésnapja, megveszem évszámmal, az összesen egyet. Megvettem már most is előre. Egyes, meg egy négyes, én megveszem. Szegény gyerek, érted? 3-4 leégett, csonkig égett gyertyákat próbál elfújni. Atya úristen. Hát igen, azt mondjuk sajnálom, hogy egy picit korábban született volna a gyerek, akkor megcsinálhatok volna azt, hogy amikor a gyerek 14 éves, akkor ugyanazt elrakjuk az anyjának, hogy a 41-re legyen. Hát nem. Atya Isten. Na játszunk egyet Óven bácsival, már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel. Hello, sziasztok, jó reggel. Jó reggel. Hello, Gábor. Honnan hívtál minket, Gábor? Budapestről. Na, mutatjuk is, mit csinálnak, figyelj. Oké. Aj, de jó. Engedik a forrókád vizet, beleülnek és fürdenek. Figyelj ide, ez egy jó kis dal, amit fel kell ismerned. Nem filmsláger, hanem egy dal. Mehetünk? Itt vagy? Gondolom, igen. Halló? Halló? Igen. Jó. Itt vagy? Uh-huh. Szóval igen. Szocsiból telefonálsz, egy csitából, és kicsit késik a vonat. Oké, mutatjuk, figyelj! Don Quixote. Aj, de szép! Retro napon szóljon? Későn válaszoltam egyébként, csak lehakítom a telefont, hogy mert rádió jobban hallani. Ja, értem. Tehát ez volt a megfejtése. Állandó hallgatónk vagy? Tessék? Állandó hallgatónk vagy? Igen. Jó, mikor lesz a retro nap? 4-e. Nem. Nem baj, abszolút nem. Akkor a Mikulás jön, amit megelőzünk. Az az a másik játék. December 23-án lesz. December 23-a. Oké, okay. Küldjük az ajándékcsomagot. Gábor, ügyes voltál. Ez gyors megfejtés volt, és szép volt. Köszönöm szépen. Jó, ügyi vagy. Köszi. Hello, sziasztok. Hello. És ez a gyertyás szorít meg kell emésztenem, komolyan mondom. Ez jó. Félig leégett, leszopogatott, ugye? Levágott. Jó, gyertyás. 14 lesz a virág? A szopogatást mondjuk te tetted? Jövőre 14 a virág? Igen. Jó, akkor megvan a karácsonyi ajándékot, ha én húzlak. Tőlem egy 1-es meg egy 4-es kapsz gyertyaformájában, és azt mondom, add át a virágnak. Vagy gyújtsátok meg karácsonykor. Srácok, bármikor, hogyha van ilyen vulkán gyertyátok is érkezett, vagy nem használtatok el, vagy valami, én örülnék neki, hogy feldomlátok valamivel a gyereknek a szülinapján. 3 perc, pontosan 8 óra jövünk, Ákos híre jut. És most, hölgyeim és uraim,
Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, hűvös van, hideg van, mindenki jól öltözzön fel, mert jön a tél. De hát ez a dolga, egy kis hóesés is, sőt, mi több, a Kékestető már ugye havazik, és havazott pontosabban, itt szép nagy hó van a Kékestetőn. Hát csinálni sajnos még szerintem nem lehet, de alakul. De alakul. Gyönyörű, gyönyörű kirándulásra tökéletesen szépen, alkalmas szépen az idő. Menjetek fel, csak annyit kell beírni egyébként a Google-ba, hogy Kékestető, webcam, aztán egy enter, és már ott is vagytok fönn egy picit. Ebben a pillanatban frissült. Egyszer megnézitek, izgalmas, 151-szerre, mint Jani már talán kevésbé, de ha elmentek élőbe, akkor az úgy tényleg. Nekem még most is. Akkor az úgy tényleg. Tényleg szép. M7-esen a 133-as kilométerén mindkét irányba mérnek, ezt Tamás küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán, Barikám, hogy tehet a hétvége Federer, Djokovic, Real Madrid, Barca? Értető, hogy tegnap ott volt magad inkább. Hát két és félszeres otca volt majdnem a Barcelonának, úgyhogy azért az már nem rossz. Ja, ja. Az már nem rossz, nem rossz pénz, és benne volt a levegőben, hogy nagyon kikap a Real Madrid. Hát ezt, aki kicsit is érezte ezt, akkor az elkaphatta, ha játszik. Mert hogy benne volt, hogy nagy ruhát kap a Madrid, és ez be is igazolódott, igen. Azt mondja, hogy nézem még, hogy mi a helyzet az utakon, mit találunk. Nagyon sok játékes, mert rögtön erről is beszélünk, az nagyon jó, hogy miket küldtök nekünk. Mérnek az M7-esen a 132-es kilométernél mind a két irányban, ezt Zoli küldte nekünk. Reggel nem tudtalak titeket hallgatni, így nem tudom, hogy beszéltetek-e már az új játékról. Ha többször is vásárolok és több SMS-t küldök, akkor nagyobb esélyem van, hogy nyerjek. Igen, még sosem nyertem. Igen. Natália kérdezi. Így van, nagyobb esélyed van, mert hogy nem csak egyszer kell nevezni, vagy nem csak egyszer lehet nevezni, hanem többször is. Többször is, úgyhogy lehet. Lehet. Megnöveled az nagyobb az esélyed. Így van. Hogy miről szól a játék? Ugye szeretnénk egy kicsit megelőzni a Mikulást, aki ugye hát december 6-án jön, és mi már december 4-én egy picit mikulásozunk, méghozzá úgy, hogy hát rengeteg mindent sorsolunk majd ki. A játékmechanizmus egyébként baromi egyszerű, a játékos feladata nem más, mint hogy Mastercard kártyával vásároljon, vagy a netről rendeljen ugye a játékunk ideje alatt. Vagy Maestroval. Vagy Maestroval, így van. Őrizze meg a blokkot, ami a vásárlás igazoló blokkot, és kártyás fizetésnél ezt ugye majd meg is nézzük. Fontos feltétele ez a nyerésnek. El kell nekünk küldeni ugye az összeget és a Mikulás szócskát, ami jól bevált kis SMS számunkra, és december 4-én összesítjük az SMS-eket, és kisorsoljuk majd a nyereményeket. Hát a 4-én a reggeli műsorban. Fogálunk jönni a Mikulás egy ilyen izgalmatlan dömpinggel. De tényleg. Nagyon durva ajándékok vannak, tényleg csak így most a teljes igény nélkül még néhány, hogy ez a 200 ezer forint értékben élelmiszervásárlási utalvány, lesz 16 gigabájtos tablet, lesz családi wellness hétvége, 300 ezer forint értékben 3D-s, LED TV, Xbox-al plusz játékokkal, nagyon sok, nagyon komoly nyeremény kerül Iba, majd kisorsulás. Nagyon, tényleg sok mindent adunk, és két nappal a Mikulás előtt. Már ennyi. Ezt a Mikulás, ezt neked, öreg. Kösd fel a pendejt, öcsém, bátyám, nagypapa. Bárki is vagy, igen. Igen. Megjött már, leszállt már jól a puki, minden évben jön. Nem, mindig jól most puki. Még nem láttam. Ha krizik Európában, ugyanebben az időpontban száll le. Egy rendes, és ő hozzánk mindig eljön. Uh-huh. Komolyan. Igen, persze. Én még hiszek a mesékben, jobb. De igen, eljönnek. Igen, és értelen leszállt jön. Berlinben, Rómában, Brüsszelben, egyszerre. Párizsban, és Budapesten is megérkezett a híres jól lopuk ki. Nagyon jó. Na, tessék játszani. Az előző témákhoz egyébként még nagyon sok, nagyon jó SMS érkezett. Köszönöm szépen az olyan típeket, például, mint a vágjuk félbe a csillagszórót, akkor, amikor már gyerek nem néz oda, mert akkor jövő le is marad. Ne. Felejtjez, ne, ez is nagyon szimpatikus. Nem, amikor, mert tudod, már a gyerek már telítődött a látvánnyal, az élménnyel, akkor gyorsan le kell csippenteni, érted, egy fogóval, és akkor jövő és lesz csillagszoroz, ez nekem nagyon szimpatikus. És egyébként tényleg jók a felvetések. Most itt valaki vizionál például egy egész estés fókuszt velem. Én inkább annak örülnék, hogyha mondjuk a Pimaszúr eljönne hozzánk, és az arcára lennék kíváncsi, amikor a viszonylag korai lámpaoltást így átéli. Már? Hogy? Mi? Már fekszetek? Nem csak sport. 9 óra van, lekapcsoljuk a lámpákat. Tudjuk, hogy nektek van fejlámpátok. Megint sporulunk legalább 43 forintot, lekapcsoltuk mindenhol a lámpát. Na csak a győri vásárral kapcsolatban, János, ugye említette Jani, hogy tessék magyar karácsonyi vásárba elmenni.
És írt a polgármester úr? Nem írt a polgármester úr, és aki ugye külföldre megy, vagy esetleg ne adj Isten Bécsbe megy egy vásárba, az ugye sznob. Győrben lakom, Jani, hidd el nekem, két dolog miatt jobb a bécsi vásár. Olcsóbb és több győrit találsz, ott ezt Peti küldte. Igen? Ezt Peti küldte nekünk, igen. Csak helyet cserélünk. Helyet cseréltek, igen. Peti megy ide, te mész oda. Illetve te mész oda, Peti jön ide. Úgyhogy igen. Hát ez ennyit Peti. Arról, hogyha valaki külföldre megy a sznob. Hát ennyit erről. Peti, ti ne Bécsbe gyertek, mi lemegyünk, illetve felmegyünk, elmegyünk hozzátok, jó, valaki megsértődik. Tehát, hogy elmegyünk Győrbe, ti meg gyertek el ide mondjuk a Bazilikához, jó? Ő Győrbe akar szegény menni. Nem, ő Bécsbe menne egyébként, hiszen győri, de nem menjen Bécsbe, jöjjön Pestre, és mi meg oda megyünk. Aha. Azt hallottátok, hogy mondták az osztrákok, vagy nem is tudom, nem is biztos, hogy az osztrákok, és nem is biztos, hogy ők mondták, és nem is mondtak semmit. Hogy ne nagyon menjünk vásárba, ezt hallottátok? Hát, most a bécsi vásárt megfenyegették, hogy most talán nem biztos, hogy kellene esetleg ilyen típusú rendezvényekre menni. Nem tudom, mi a jó megoldás. Gondolkoztunk ezen, hogy hagyod magad megfélemlíteni, vagy ez nem megfélemlítés, ez csak reálisan méret fel a helyzetet, és nem mész, vagy úgy csinálsz, mint a semmi nem történ, és azt mondta, hogy már pedig igen, az ünnep fontos, a vásár fontos, akik ott készülnek és el akartak adni, azok fontosak, kimegyek, veszek valamit. Hangulat fontos. A hangulat fontos, és kimegyek. Nagyon sokat gondolkoztunk ezen, azt mondták igen, hogy pont az osztrák vásárokat fenyegették meg, igen, hogy olyan helyen akarnak majd valamilyen merényletet elkövetni, ugye sokan vannak, frekventált sok ember van, és Hát ott 6 helyszín van legalább kint Bécsben, a kicsik kell számolatlan, a nagy így van, tehát hogy azért mondom, hogy viszonylag követhetetlen a dolog, tehát 6 nagyon nagy helyszín van, és még szinte minden kapuajban van egy-egy kisebb dolog. Tehát szinte követhetetlen, hogy ott mi történik, ki sétál be, 1 millió turista lesz majd, nagyon komoly. Itt ugye mindig az van, hogy ha megúszod a dolgot, akkor nyilván ki kell menni. Azt kell mérlegelni. Igen. Na, ezt kell mérlegelni. Előre, ha megúszod a dolgot, ki kell menni, hát ez egy... Ugye? Na, ez az. Hát pont ezért mondom, hogy tőlem is megkérdezték, hogy kell-e menni, kell-e jönni, vagy lehet-e. Azt mondtam, hogy nem tudsz rá jót mondani. Nem. Mert ha megúszod, akkor nyilván kellett jönni. Ha te benne vagy ebben a tragédiában, akkor ott meg nincs magyarázat. Igen, de mit csinálsz, hogy beszárkózol, begubózol, hagyod, hogy elérjék a céljukat, mert egyébként ez is a céljuk valójában. Ha persze. Hogy a megféljél, hogy rettegjél, hogy bizonytalanságba élje, hogy nem érje ki menni az utcára, hogy káoszt teremtsenek. Kiad megbocsájtást neked, hogyha te elmész egy ilyen helyre, érted? Na, és beleesel. Bocsánat. Tehát, hogy ha valakinek most mi azt mondjuk, hogy ne féljen, menjen ki, és adott esetben történik valami, akkor az a mi felelősségünk. Tehát, hogy én például tegnap is láttam fent a Facebookon, én eszmecseréket, Bécsben élő magyarokat kérdezgettek, illetve nem kérdezgettek, ők válaszoltak, gyertek nyugodtan, nem lesz semmi gond, igen, persze, igen, ne féljetek, gyertek forradborozni, gyertek kürtös kalácsozni, stb. Érezzétek jól magatokat, ne féljünk, ne zárkozzunk be. Nem lesz semmi gond, hogy erre pont azért senki talán, hogy én nem vennék mérget. Tehát ez a Párizsban talált öv, amit most ugye találtak, a brüsszeli történet. Most robbantás, ma reggel. Egyiptomban a szállodánál. Egyiptomban robbantottak. Tehát lehet, hogy egyébként nem is tudom, hogy ezzel ők győznek-e, de racionálisan felmérheted, és mondhatod azt, hogy idén lehet, hogy nem. Tehát nem ér annyit a dolog, és a fene se tudja. Ettől még azért én nem gondolnám, hogy ők győznének. Hogy azt mondod, hogy hát idén most lehet, hogy mivel ilyen fenyegetettség van, kihagyom. Nem biztos, hogy észszerűtlen. Azt mondod, hogy idén az ember nem megy, mondjuk. Ha most a karácsonyi vásáron éppen árulni készülök, azok most túrják tökön magukat, és egy ilyen Balázs poszteren éppen öntik le benzinnel, és gyújtják föl. Most én nem a budapesti vásárra gondoltam, szerintem mi azért kevésbé vagyunk veszélyben. Tehát vannak kiemeltebb városok, ahol jobban kell félni. De akár mondjuk tényleg egy bécsi vásár, azért demonstratív jelleggel kiemeltebb lehet. Mi mondjuk gondolj, a magyar Vörösmarty tér, nem hinném, hogy azért itt lesznek. De gondolj bele a brüsszelibe, ahol az árusokat se engedték ki. Tehát ott most konkrétan az, hogy állnak az üres faházak, és sehol senki, se árus, se vásárló, nyilván az még egy fokkal veszélyeztetett. Igen, de ott azért nagyon konkrét okok voltak, ami miatt ezeket a lépéseket meghúzta. Igen, csak most, ha még egyszer mondjuk a bécsi vásárra érkezik egy fenyegetés, akkor lehet, hogy ott is meglépik ezt, hogy nincs. Okay. Most egyelőre ez egy feltételezés, hogy állítólag akarnak Bécsben valamit csinálni az ünnepek alatt. Ha most jön egy konkrét fenyegetés, akkor azt is bezárják ám. Helyes. De hát zárják is be, hát nem ér annyit. Annyit nem ér semmi. Sajnálom, az árusokat nyilván készülnek rá megélhetést, kifizetnek egy csomó pénzt persze, de hát ennyit ez az egész nem ér, hogy ott bármi történjen. Egyébként fura, akarva akaratlanul átragad az emberre, tehát hogy... Nagyon érdekes jelenet zajlódott le bennünk, amikor mi tegnap jöttünk ki a milyen napom? A KED van. KED. Az O2 arénából, Londonban, mert ott egyszerre kiengedtek 10 000 embert, és nem annyira flott a kijutás. És voltak magyarok is, meg hallottam, hogy ott beszélnek angolok is erről,
hogy az adott helyzetben egy mozgó lépcsőn mész le a metróhoz, közvetlen az O2 aréna alatt van a metró. Tehát le tudsz menni. De beözöllött. Tényleg, amikor mit tudom, az arénából kijön, nem tudom, 10 000 ember. És hogy annyira kiszolgáltatottá válsz hirtelen, hogy nem egy társaság beszélgetett éppen arról, hogyha az adott helyzetben éppen ott akkor mondjuk lövéseket hallasz, akkor mennyi esélyed van túlélni, mit csinálsz, pánikbe esel, agyontaposnak, mekkora tömeg van mögötted, mennyien vannak előtted, hova tudsz menni, felfogod-e, hogy mi történik valójában, vagy csak sodródsz a többiekkel. És mi is erről beszéltünk, fura volt, de nem volt rendőr. És kijöttél, és elfogott egy ilyen nagyon rossz, nagyon nyomasztó érzés, hogy baromi kiszolgáltatott vagy. Tehát most a legsebezhetőbb volt ott 10 000 ember, és hogy ennyire beleivódott már az agyadba, hogy kijössz egy tömegrendezvényről, és eszedbe jut. Uh-huh. Eszedbe jut a párizsi történet, eszedbe jut, hogy mi történt számos más országban. És nem a sportélményről beszélsz, nem arról beszélsz, hogy milyen volt, mit láttál, hanem az van, hogyha most történik valami, akkor nem nagyon tudsz hova menni, és nincs esélyed, csak az a lényeg, hogy most éppen hol állsz, hogy téged kap el, vagy nem téged kap el. És az ember úgy sétálta végig azt a 6-8 percet, amíg leért a metróba, hogy volt benned egy ilyen, hogy jaj, ez most nagyon rossz. Mert ott van hirtelen baromi sok ember. És nem volt rend, semmiféle rendőri jelenlét. Hogy már ennyire ott van, ott van az agyadban. Tette valaki oda az egyik kukába egy pokolgépet. Bármit. Mindenem bármit. Így nézel körbe. Bármit. Igen. Fog. Igen. Mi Lutonon szálltunk fel tegnap, és ültünk egy kávézóba, és ott maradt egy asztal mellett egy csomag. És egyszer csak úgy leűrült mindenki, és ott maradt egy ilyen emeletes asztal volt, mint a cukrászdákban, egy körasztal, egy ilyen nagyon rosszul kinéző hátizsák így neki döntve mellettünk egy asztalnál, de úgy, hogy 10 méteres körzetben senki nem volt. Megláttuk a táskát, fogtam a kis italomat, fogtam a fánkomat, szóval. Menjünk arrébb. És arrébb mész, és ott jössz rá, hogy úristen. Érted? Mert egy gazdátlan táska ott hever, sem is jöttek utána, érte, vagy elvitték, nem tudom, mi történt, arrébb sétálsz. Okay. Tehát, hogy okay. már reflexzerűen ott van az agyad, vagy amikor 100 föl eszedbe jött az egyiptomi orosz gép, hogy egy üdítős dobozba vitték föl a bombát. Tehát, hogy ilyen szinten ott van az emberben. Azért ez valahol dermesztő. Oké, okay, de az, akkor hogy mit? Így beleitta magát a hétköznapokon. Akkor nem menjünk hiszem. Koncertre, nem menjünk sporteseményre, nem menjünk a karácsonyi vásárba, ki, akkor ne lépjünk ki otthonról. Na most akkor mi van? Mit csinálsz? Ugyanakkor érted, mi, akik így viszonylag szerintem nyugodtan szoktunk volt járni eddig a világban, tehát bármi történt, azért azt mondtuk, hogy most már mi is erről beszélünk, érted? Bennünk is ez van, hogy basszus, nem merek elmenni sehova, és állandóan úgy nézek körbe, hogy úristen, hát ha itt most valami van. Akkor most mit csinálunk? Megyünk, vagy nem megyünk? Én szerintem. Hát figyelj. Érdemes úgy kiválasztani, akkor talán ez a legjobb, hogy úgy kiválasztani a célpontokat, meg az úti célt, hogy mondjuk ne menjél át ilyen frekventált helyeken, vagy mondjuk ne kerüljél azoknak a városoknak, vagy országoknak közelébe, ne inkább városoknak, mert az országokat azért nem nagyon tudod kisakkozni, ahol komoly probléma lehet. Akik tényezők, akik nagyon komoly szerepet játszottak azokban az eseményekben, amiknek a következménye ez most. Ez a terrorveszély. Próbálj meg ezeket a helyeket elkerülni, ha lehet, vagy ha tudod. Hát igen. Na mindegy, érdekes, hogy működik ez a fajta pszichózisa, vagy amikor így átragad rád. És tényleg nagyon sokan erről beszéltek. Szerencsére azt se tudják, hogy hol van Győr. Na most fölraktad a térképre. Na most fölraktad a győri vásárt. Hülye vagyok, látod? Hogy kellett neked itt a győri vásárt. A győri vásárt emlegetni. Basszus, egyedül fogunk ott kószálni a Széchenyi téren. Na kérem szépen, televíziót néztek azok, akik Magyarországon voltak vasárnap este, nem Londonban, meg egyéb helyeken. Na most, ha te is előjössz azzal, hogy aki külföldre megy, szlop, komolyan mondom, itt hagylak benneteket. Megeszi a fél gyertyát, hogy a gyereknek legyen használt gyertya elszületésre. Basszus! Lenyalogatja a puncsot róla, és elrakja jövőre. Aki Bécsbe megy vásárra, a sznob. Erre jövök be reggel. Miért vagy ilyen, Feri? Most jelent vagy Molla az új könyve, a burzsa ezért disztét bája. Megőrülök tőletek, de komolyan mondom, elmegy egy napra külföldre, és egy hétig ezt hallgattam, gyerekek, nem de a világot jártam körbe, elmentem egy napra Londonba, hazajöttem, megjöttem, most úgy néztek rám, mint a véres rongy. Nem. Véletlen megemlítettem a bécsi vásárt, és 3 napja azt hallgatom, aki Bécsbe megy, a sznob, magyar vásár, magyar ember, magyar kolbász, magyar vásár. Így van. Hagyjatok már igaz, a ezekkel a hülyeségekkel. Na, jó, akkor engedd el ezt a izét, jó, értjük, igen. Hogy fáj neked, hogy ott voltál. Na, nem, úgy látszik, hogy ez nem nekem fáj.
Igen. Jó picit irigyek vagyunk rád. Na. Így van. Magyaroknak magyar advent. Parancsolj. Magyaroknak magyar vásárnak. Osztrákoknak magyar advent. Lavancoknak lavanc vásárnak. Szóval van ez a kis kedvenc műsorunk, a Sztárban Sztár című műsor, ahol mi ugye történt? Átalakít. Valaki külföldön volt? Voltak, de ezt nem merték bevallani, csak később mondták el. Most ott tartanak már, hogy négyen vannak versenyben, és ez ugye egy ilyen, amit nem nagyon értek egyébként, hogy ez a döntő előtti döntő, de mindegy. A lényeg az, hogy lehetett hívni magad mellé valaki sztárt, hogy meg tudjuk tölteni már a műsort, mert amikor kevés ember van, akkor sokat kéne énekelni. És kérem szépen, Tóth Gabi Szandit hívta el magához. Vendégnek. Ez idáig nem voltam itt. Ugye? Nem láttad a dolgot, de nézd meg, utólagosan ajánlom a figyelmedbe, ugyanis Shakira és Rihanna dalát adták elő közösben, és ráadásul úgy is öltöztek föl. Ez azt jelenti, hogy viszonylag ledér öltözetben mutatkoztak a televízió képernyőjén. Hát Szandin egy ilyen piros szett volt, a Tóth Gabin meg egy fekete szett, és kint a jó kis combok, fenekek, gyönyörű érett nőket látunk. Az ország pedig megőrül, hogy micsoda erkölcstelenség zajlik a televízió képernyőjén vasárnap este, mert egyébként két énekesnő eljátszott azt a klipet, amely klipben ennél sokkal durvább dolgok is zajlanak. Tehát ott azért a Shakira... Ami egyébként nem korhatáros, és simán meg lehet nézni bármelyik videó megosztó. Így van, tehát ha beütött, hogy Shakira Rihanna közös dala, akkor meg tudod nézni a klipet, ahol ezek a lányok simogatják egymást, és hát van egy ilyen kis közvetlen jelenet. Ezt adták elő a Szandijék, és hát most ott tart a dolog, hogy a Szandi lánya állítólag nem megy iskolába. Jaj, ne Jézus mert Mária. A támadások keresztüzében, de nem ilyen akar... Ilyen közben megnyitottam, mindjárt nézem, igen. Nem akar iskolába menni a támadások keresztüzében, mert a magyar nép az úgy ment neki ennek a két énekes nőnek, hogy az öröm volt nézni és hallgatni. Aha, a szemellenzős bigott része, tehát azok, akik soha nem vállalnak egy ilyet, egyszerűen azért, mert semmilyen nem vállalod. Mert nem néznek ki, hogy mit a Szandi. Vagy mert nem néznek úgy ki, vagy mert ezt prűdnek tartják, de pont az érdekes benne, hogy ők ugye előadó művészek. Énekesnők. Igen. Ez a show business. Ez tudjátok. A show biznyák, és ráadásul ebben a show biznyák. Nagyon menő a show biznyák. Ez a show biznyák. Így van. Ezt nyújjuk, ez jó. Elég nagyobb Szóreszt a show biznyákban még nem éltél meg, apám. Tehát, hogy pont az a feladat, hogy ezt a két nőt, az eredetieket ugye le kell utánozni hangban, mozdulatban, klipben. És mondom, ők még nem is csináltak meg mindent, ami a klipben benne volt, de a magyar nép az háborog, hogy mit képzel magáról, és egy három gyerekes anyuka hogy mutathatja meg a sebét. Hát, és biztos emlékeztek, ott volt az a Gáspár Laci, az úgy, mint egy trani. Érdekes módon arra nem? Az nem, hát az de meg nőnek öltözött. Érdekes módon a Gáspár Laci nőnek öltözését viszont mindenki nagyon szereti, és mindenki azon így nevet, hogy a Gáspár Laci milyen jó csaj tud lenni. Most is szép volt egyébként magas sarkú cipőben. Ez viszont kiveri a biztosítékot. Azt. De. Na most megnéztem közben ezt a produkciót, amiről beszéltél, hogy érdemel hozzá tudjak szólni. Ez a produkció verte ki a biztosítékot, hogy két lány tornadresszben hempereg egy kanapért? Így, ahogy mondod. Tehát ezen most az ország kiborult? Kiborultak, mert a Tóth Gabi kétszer is odamászott a Szandihoz. Oda mellé fetrengett. Mellé fetrengtek. Ők elmondták egyébként, hogy hát nekik is volt, pontosan emiatt volt kérdése a Szandinak, hogy ő, mint ugye három gyerekes anyuka, egy tündércsaj egyébként, belemehet-e ebbe. És mindenki azt mondta neki, szerintem aki így közelebb áll hozzá, hogy ez neked most ez a feladatod, te most egy előadó művész vagy, meg kell valósítani valamit. Jó, hogy nem egy Miley Cyrus számot. Ját, na most képzeld el a saját. Na most gondolom. És a zsűri is bántotta őket, hogy milyen aszpirito produkció volt. A zsűri szerette, a zsűri nagyon szerette. Anyála. Hát Havas Henrik állítólag nagyon majka szerint több liter elfolyt a tanár úrból nyálból a dologban, meg egyébként sem volt szerintem se baj vele, csak milyen érdekes, hogy egy csomóan így neki mennek ebben a dolognak. Ez egy show műsor. Hát, és nem, de hogy miért nem fér bele a két nő? Tehát a Gáspár Laci nőnek öltözése belefér, a két nő egyébként jól leutázott videóklip imitációja pedig nem fér bele. De nem simogatták egymást, vagy simogatták nem, egymást? Nem, simogatás nem volt. Igen? Egyszer talán odabújt a Gabi, vagy volt két én, de az, ami a Shakira klipben van, hogy ott konkrétan megfogják egymás tomporát, itt tudok idézni neked képben egyet itt fölül, mert ez a kis kép, ez pont az. És akkor igen, azon látszik, hogy ott, hogy ők azért tovább mentek annál, amit Szandi és Tóth Gabi adott elő. És egyébként meg jól énekelték el a dalt, két jó nőről van szó, nekem bejönnek ők.
és semmi baj nem volt vele. Tehát gyakorlatilag reprodukáltuk egy videoklipet, amit bárki bármikor megnézhet a videómegosztó portálokon, és még ráadásul abból is visszavettek abból a látványból, vagy abból a szabadosságból, ami abban a klipben volt. Tehát, hogy, és még ez is bicska nyitogató volt egyesek számára. Ja. Hogy vajon azért, mert ők nem merik tényleg megcsinálni, ezek az emberek? Én nem tudom, szerintem nagyon álszent és prűd ez az ország, és így is sokszor, szóval, hogy ebben tényleg, most én megnéztem ezt, hát itt két ilyen kis tornadresszerűségben, ugye? Hát igen, semmi szexi nincs benne, tehát, vagy éppen van, de... Gabi ráadásul egy ilyen félig felnyírt hajjal, egy baromi nagy parókával, Szandi is kicsit elmaszkírozva, tehát inkább groteszk az egészen, mint hogy ez nagyon... szexi legyen, hát ez kitalálta ki, hogy ez most durva. Nem lehet, tudom, de a fél ország ezért kiabál, hogy hogy képzeli magát. Lehet, hogy irigyek, hogy egy 40 éves nő mondjuk ilyen testtel rendelkezik? Mert azért a Szandi fenekével semmi bajon nincs, benne sőt. Van. Picit azért benne van ez is. De azért ez nagyon messze volt a Rihannától meg a Shakirától, tehát hogy azért ez egy ilyen nagyon-nagyon kicsit más kicsit olyan, de azért a miénk, ahogy ott ők, most ezt megnéztem, hát én láttam az eredeti klipet, hát azért az valóban kiveri. A más történet. Igen, tehát csak a biztos idékon. Én nekem van, hogy libidom nem lett ettől a produkciót, tehát ránéztem ezekre a parókákra, és egy ilyen moly lepkelben, nem tárat láttam itt kirepülni. Tehát, nekem ez egy kevés szexi dolog volt ebben igazából, bár én a Gabi továbbra is nagyon kedvelem ebben a műsorban, és azt mondom, hogy nagyon jó. De ez inkább volt szórakoztató, vagy grotesz, semmi szexi. Erről szól a műsor, hogy leutánoz valamit, de akkor neked mondjuk még ráadásul nem is sikerült jól ez az utánzás. Nem volt benne, nekem ez nem volt szexi. Tehát nekem ez nem volt szexi. Igen, kicsit ilyen ez az ország, nem? Kicsit prűd, kicsit álszent, kicsit irigy, kicsit... Tényleg, ennél mindenki durvább dolgokat néz otthon, mindenki durvább dolgokat csinál otthon, szóval, hogy most nem mutattak semmilyen intim testét, semmi nem történt, hát ez két nő táncolt, és kicsit erotikus pózban fetrenget egy kicsit poros kanapén. Mi van azokkal a férfiakkal, akik beszálltak ebbe, mert én olvastam a kommenteket, és férfiak is írtak olyat, hogy fúj ez. Tehát ott vajon anyu 40 évesen már nem nézi. Ott anyu valószínűleg megépítette velük. Esküszöm, hogy volt olyan férfi kommentelő, vagy legalábbis az álneve alapján, vagy az ilyen félneve alapján, ő férfi volt, aki ezen felhúzta magát. Vagy azon húzott föl magad, hogy a gyereked esetleg 10 évesen ezt nézi, ezt a produkciót, mert nagyon sok gyerek szereti. És akkor ott a gyerek miért hát, húzott fel magad? Nem, az a baj, hogy nagyon álszent a hozzáállás. Tehát tudod, ez arról szól, hogy az emberek egyszerűen nem értik, hogy mit néznek. Tehát nem értik azt, hogy itt van két színésznő, van két énekesnő, aki eljátszik valamit, aki megtestesít valamit. Ez egy szerep. Tehát ilyen alapon akkor minden színésznő, akinek egyébként átjelenete van, az akkor egy büdös ká, érted? Igen. Vagy minden énekesnő, aki egyébként vonagli kettőt és táncol. Hát ez a feladatuk. Ráadásul ezt ők kapták, tehát hogy még csak nem is az van, hogy ők azt mondták, hogy akkor szeretnénk egy brutálisat leszbizni a kanapénban. Húj, de jó, akkor de jó lett. Tehát nem kaptak egy feladatot, tehát ezért meg aztán pláne őket bántani. Elvállalták, és tök ügyesen, tök jól megcsinálták. Hát egy ilyen komolyan, egy ilyen álerdőcsös, álszent ország vagyunk. De hát azoknak a pasiknak egy része, akik beírták ezeket a kommenteket, amikben elítélt őket, nyilván úgy kezdte, hogy annyira felháborító az, ami ma fogy a képernyőn, kedves TV2, kedves idézőjelben. Igen, tehát azért az ilyen emberek... rajta kapta őket kommentelés közben, ott gyorsan átmentek trollba. Igen. De jó. Eltúlzott a reakció, hogy most akkor a Szandi gyerekeid ma valószínűleg vagy hétfőn nem tudom, meglincselték az iskolában, mert hogy úristen, anyád mit csinált a képernyőn. Más kérdés, hogy nem biztos, hogy anyámat akartam volna így látni, mondjuk amikor én gimibe mentem, de ezért nem hiszem, hogy bántani fogják őket. Hát a gyerekek ennél már sokkal durvább dolgokat látnak, hallanak, tapasztalnak, szóval ebbe tényleg semmi nincs. Nem? Így van. Meg te nem akartad volna úgy látni, édesanyja, de a lépcsőházból mindenki más, igen? Ugye? Na látod, ennyire más a nézőpont. Igen. Vagy csak mindannyian Gáspár Laci rajongók, nem lehet? Ja, az egész Laci elindította, és egy ilyen óriási, nem tudom, az egész egy... Arról szól, hogy a Gáspár Laci rajongók betalálták. Mit csinált a Laci? Nem láttam. Jó volt? Nagyon. Na, várjál, csak volt egy Demjén Rózsi dal. Jó, nyomtad? Én neki drukkolok, ezt a műsor neki kell megnyerni. A Rózsi dal is nagyon jó volt, azt a zsűri kicsit leszólta, de szerintem az hibátlan volt. És a csaj ki volt? Olivia Newton-John. Jó, hát megőrülsz a izéből, a Grease-ből. Ráment ezekre a női szerepekre. Tehát, hogy azért... A kökénnyel. Megtetszett ez neki. A kökénnyel együtt.
És abba senki nem kötött bele? Az zseniben. De figyelj, úgy énekelte a női szólamot, hogy sírtál, és hát óriás kannák, érted? Na, hogy hívják, magas sarkú cipő. Besírtam. Egyébként, ha már ilyen pózolás, azokon a plakátokon nem borulnak ki ezek a nők, ezek a nagyon aranyos háziasszonyok, férfiak, amiket látni? Claudia, az Ábel Anita. Van egy fehér nem. Érted? Jaja. Érted? Fölül ott, érted? Éppen brutál, nem tudom, mint mondtól, kicsit borzas hajjal, érted? Ott megfújják egy ilyen ventilátorral, kidobja mindenét. Hát akkor ilyen alapon, érted? Ne fotózzunk le. Nincs még egy nő mellett, és nem simogatják egymást. Szerintem ez a Én mondtam is az Anitának, most legutóbb, amikor találkoztunk, olyan, de ne csináljunk, mint hogyha rég találkoztunk volna, minden nap találkozom vele, amikor lemegyek itt a Népligetnél az aluljáróba, jobbra pislantok. Igen, és te ott ülsz egy ágyon. Igen. Tálalva. Azokon a fotókor, a Claudia meg az Ábel a fotóján több erotika van, mint ebben a Szandi. Bizony. Szandi Tóth Gabi féle, ilyen fél, ha 16. Lajosos, Versailles kastélyos, parókás, rizsporos. Hát igen. Kicsit alávakarok, mert már nagyon viszket, és 6 száma nagyobb a paróka, és kicsit elcsúszik, de én vagyok Rihanna produkcióban, tehát hogy nem mindegy. Minden volt. De abból nem tudnak generálni cikket, meg címlapot a bulvári újságírók, akik egyébként no name neveken elkezdik szítani a tüzet. Igen. Na jó, megmutatjuk, mi a beugró hármas ugrása, úgyhogy figyeljetek. Jó, Ákos nagyon várja, hogy elmutassa a híreket, úgyhogy ezzel jövünk mindjárt. Aki pedig vásárolt már és benevezett a játékunkra, küldj el nekünk az összeget és a Mikulás szócskát. Jó, ha Mastercard-dal vásároltatok, mert hogy december 4-én megszórjuk az országot ajándékokkal, úgyhogy tessék vásárolgatni, tessék küldeni nekünk a Mikulás szót és az összeget, mi pedig jövünk a hírek után. Pontosan 3 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. M7-es 59-es kilométer Balaton irányában trafi, de nem a pályán haladókat, hanem a kihajtókat méri. Hoppá, a kasza néhány méterre gyékült nekünk, köszönjük szépen, úgyhogy ott is vigyázzon mindenki. Igen, ez a Selkút lehajtójánál van egészen pontosan, 60-as tábla, tehát a lehajtónál kapnak el, már nem tudnak mit kitalálni. Már nem tudnak mit kitalálni. De úgy látszik, hogy tudnak. De tudnak. Ott a 60-as táblát. Ha lejössz az M7-esre, még kicsit ugye gyorsabb, vagy a lehajtón, hogy veszed vissza a sebességet, de ott azonnal egy 60-as tábla, és szépen beleszaladsz. Igen, úgyhogy mindenki vigyázzon. Na, azt nézem, hogy van-e még valami. Tegnap az Ördög Norinak kilátszott a bokája, micsoda fertőéri valaki. Jézus Mária, de jó, hogy nem láttam. Az M7-esen a belső sávon szocsogó navautónak üzenem, hogy jobbra tartás van. Köszi, hogy bemondjátok. Vigyázzon ott is mindenki. Hát itt óriási veszekedés történt közben a stúdióban. Hát itt egymásnak feszült mindenkire, hogy mi történt. Hát nem voltam itthon egy napot. És itt a vasárnapi zárva, illetve nyitva tartása kapcsolatban. A szakállas farizeus elkezdte itt tolni itt az izét, vasárnap ne menjenek az emberek vásárolni. Nektek ez az életetek, hagyjál már, lesz négy vasárnap, amikor nyitva vannak a boltok, és ti ezt örömünnepként élitek meg, a Zsüllel karöltve. Bejött Laci, és elmondta, végre mehetek vasárnap vásárolni, olyan boldog vagyok, Feri kikelve magában mondta, hogy ezért vagy ez boldog, hogy vasárnap elmet, és itt minden ki becsatlakozott, én ültem meg szemben, vagy atyaisten. Jönnek az ünnepek, hát egész évben nem voltak nyitva vasárnap az üzletek, legalább ez a 4 nap legyen már azoknak. Ez az ünnep, ezek vagytok ti, hogy vasárnap vásárolni jártok. Jézusom. Tényleg már. Hát komolyan mondom, hogy nem hiszem el. Hogy mennyi akkor, hogy hívják, mennyi körbe a templom, a persejezzél akkor, ahogy hívják. Én körbe megyek minden vasárnap. Jó, nyilván így van, és elmész a 7-es misére, utána hazaugrasz, bedobni egy kávét, és utána a 10-esre is. Fölteszem az aranyló tyúk húslevest a vasárnap. Így van, és áldod az urat, meg mindazt, akinek köszönheted ezt a fajta. Az érveket ellenőrzed. Mi a baj vele? Vagy mi nem baj? Én nem értem, hogy neki mi a baj vele. Én leszarom, mikor vásároltok, de hogy mi a baj vele? De az a baj. Kíváncsi, annyira egymásnak feszültetek itt a hírek alatt, hogy én nem is értettem. Én ülök itt, nézegettem még a kis fényeket. Hogy ez az ünnep, ez az ünnepe a Zsülnek, hogy ő el tud menni vasárnap, meg a Vadon Jánosnak. Hogy menjünk el vasárnap vásárolni? Nem az a bajom, hogy elmész. Menjél nyugodtan, tök jó, menjetek vásárolni. Mi a baj ezzel? Tök szuper a dolog, de hogy ez az él, hogy ilyen csillogó szemmel, hogy végre, az volt ebben a mondatban, hogy az ő életüket elvették ezzel, érted, hogy vasárnap nem lehet vásárolni. Az volt mind a hármujuk, mert a Laci pontosan ebbe a körbe tartozik bele, hogy visszakaptam az életet, ami nekem jár a vasárnapi vásárlás. Basszus, jönnek az ünnepek, hát minden egyes embernek jól jön ez a pár nap, főleg, hogyha végigdolgozza az egész hetet, és egyébként nincsen ideje vásárolni, hogy vasárnap végre bemehet azokba az üzletekbe, amiknek egyébként amúgy is nyitva kellene lenniük.
Nem mondj itt nekem, nem mondj itt van meg az árvatartás, hanem hogy ti ezt ilyen örökünnepként, én nagy tökre örülök mindenki. De hogy elmegyünk előtt a hetes misére veled, akkor mehetünk. Nem jöttök el a hetes misére velem, ez egész biztos, több oka is van ennek, amiért nem. Érted? Itt nem a nyitva is az árvatartás, ha nem baj, hanem az, hogy három érett felnőtt férfi, akik meg elméletek lehet. Jó, én gyerekeként 10 percet csak hallgatlak bele. Normál célja az életben, azok arra hallelujáznak, hogy tudnak menni. Jó, de hogyha ahogy hívják, hogy fényfűzér angyalkát veszek magamnak meg Bibliát, akkor lehet? De Feri. A Bibliának már meg kell lenni otthon. De most ez a vita arról szól, hogy ne örüljünk annak, hogy vasárnap itt van, vagy arról szól, hogy a vasárnapokat ne üzletekben töltsük. Nem arról szól. Töltsük. De engem nem csak érte, hogy ne legyen ennyire kélyes öröm maga a vásárlás. Igen, nekem nem az zavar, hogy te mész vásárolni, vagy nem mész. Pont ugyanazt gondolom róla, mint amit te. Rúg rá, hogy mit csinálsz vasárnap. De hogy tényleg három felnőtt férfi csillogó szemmel végre lesz 4 vasárnap, amikor elmehetünk vásárolni. Hagyjatok már. Ha meg gondolunk a szeretteinkre, gyökér. Most mégiscsak jön a szeretet ünnepet egy gyökér. Hát gondolkozzál már. Most mit csinálják te paraszt? Hát most van karácsony, hogy van karácsony. Basszus. Hogy lehetsz ilyen? Mennyi azt morzsolgasd a rózsafüzetet, ha azt akarod. Érted? Én ajándékot akarok venni azoknak, akiket szeretek. Tehát azt mondod, hogy aki, tehát szánalmas, hogy vasárnap ez a legnagyobb öröm, hogy oda megyünk. Ez a legnagyobb örömük az életben, hogy vasárnap lehet menni vásárolni. Ne feltételezzük azt, hogy azért örülnek, hogy mehetnek vasárnap, mert nincs idejük hétköznap. Köszönöm, Balázs. Nem, ismerem a be. Feltételezzük, hogy azért örülünk, hogy végre újra mehetünk vasárnap. Gondoltam volna, hogy egyszer kimondom ezt, de józanság Balázs a neve. Köszönöm. Pártunk s kormányunk elvette tőlünk a vasárnapi nyitvatartás, amit egyébként gyűlölök, hogy tényleg kapja be, aki kitalálta. De hogy ahogy menjek ma oda vasárnap, ha szeretnék. Majd vasárnap létsz. De ha nincs idő elmenni hétköznap, miért baj, hogy örülök, hogy elmehetek vasárnap. Megkopogtatom a vállát, figyelj csak. De tényleg, aki 11-kor a Lehel piacon, vagy hát láttalak a héten is a Lehelen. Ott voltam. Ott voltál. A Lehelen vásárolsz, Anna. Te áruló, hát te köpsz szembe. Igen, nem köplek, de igen. Nem voltál Feri 3x3-as véletlen? Ezt figyelte, kémkedsz az Anna után? Nem, hát látom, én is ott vásárolok. Sora követte. Ne dumáljon, hogy ő nem tud. Ne dumáljon, nem tud. Egy füzér fokhagymát vásárolt a 32-es számú stannában. Az abban egyébként, hogy a családosok legyenek együtt vasárnap, és ha nem vagyok családos, és ha egyedül akarok menni, miért tiltják meg, hogy én egyedül menjek? Miért mondják meg, hogy én vasárnap hol legyek? Miért nem mehetek vasárnap vásárolni? Persze, hogy örülnek az emberek, hogy vasárnap nyitva van minden. Végre, akkor hétköznap dolgozik, akkor az annak egy napja maradt a szombat. Ha nem tud szombat, nem tud egész hétemben vásárolni, végre el tudnak menni vasárnap. Ha nem vagy családos, és akkor a Feri erre azt mondani, hogy gyere el velem az anonim vásárlás függőknek a gyülekezetére, hát ha valamikor leszokunk majd róla. Nem, de Feri például itt nem csak a piac, hanem például a gyerek. Ugye hétfőtől péntekig suliba van. Szombaton az ember elvégzi a házi munkákat, főz, mos, vasal, takarít, mindenféle. És maradna a vasárnap, amikor elmehetek például cipőt venni. Nem tudom megvenni a gyereknek. Szombaton. Nem tudod, tudok mi a baj most a szombaton? Szerelem! Na ha, de hogyha például akkor a pillanatban szüksége lenne mondjuk félmaroknyi csillagánizsra, vagy nem tudom érteni, hogy egy csillagánizs. Persze. Tifoljára, így van, hogy megrepedne a római tálnak a teteje, akkor persze nyafognál, nem reped meg, mert beáztatom előre, tudod? Jó van, persze. Ez a bajod neked. Ez. Érted, be vagy tárazva a hónapokra előre otthon, akkor persze, függők, hogy nem akarsz lemenni. Függők vagytok, vásárlás függők vagytok, ez a baj. Szabadságfüggők vagyunk. Hogy nem, mi az határozunk, vagy össze. Határozhatjuk meg azt, hogy mit csinálunk az vasárnap, és nem más. A zárt vasárnapokkal. Elmegyünk egy picit hírezni, aztán jövünk vissza. Elmegyünk egy picit verekedni, aztán jövünk vissza. Jövünk vissza. 3 perc múlva 9 óra folytatjuk. Júli, vala hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt, pontosan 11 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, folytatjuk. Azt mondja, hogy igen, megnézzük, mi a helyzet az utakon. Mert hogy van egy-két friss közlekedési hírünk.
annyi játék SMS-ünk van. Nagyon sokan. Rengeteg, hát ugye nem is csoda, még számtalan szó fogunk beszélni egyébként a játékról. Ugye december 4-e lesz a nagy nap, amikor kisorsoljuk majd azokat a fantasztikus nyereményeket, amik külön-külön is megérnének akár egy kéthetes a folyamatos játék lehetőséget, de hát most rá fogunk pirítani a télapóra, a Mikulásra pontosabban, mert ugye tudjuk, hogy télapó meg Mikulás nem ugyanaz, hogyha na, politikai hátteret nézzük. Mert hogy más Mikulás hát és más a télapó, az Komcsi. Így van, Gyed Marosz. Tényleg, az, hát azt onnan vettük át, persze. Igen. M7-es 59-es kilométer Balaton irányában trafi, ráadásul lehajtókat mérik, vigyázzatok. M0-as 71-es kiáratánál baleset Vác felé a középső sávban, ez Vakodmester küldte nekünk. Baleset az M0-ason a Megyeri híd felé, a Dunakeszi lehajtónál. Torlódás, ez Dávid üzente nekünk. Ez az, hogy ugyanaz lesz. M7-es 133-os kilométernél mindkét irányban mérnek, üzentett Tamás, és az M7-esnél Budapest felé lezárták a belső sávot Érdnél, ezért van torlódás. Attila küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, kidühöngtük magunkat? Mindenki megbeszélt mindent? Nincs itt semmi gond. Pro és kontra érvek, ellenérvek. Nincs itt semmi gond. Aki akar, elmegy, aki nem akar, nem megy. Aki akar, oda megy, aki nem akar, az máshova megy. De ha esetleg Rákóczi Ferivel találkoznátok vasárnap valamelyik hiperben, hogy kotorászik a fűszerek között, csapjatok rá a mancsára, és kérdezzétek meg, hogy hát te meg mit kereseli? Igen. Na jó, akkor ezt lezártuk. Megyünk tovább. Julival folytatjuk már is. Julival mindig történik valami. Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatalnő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Show-ban. Juli, hello! Szia! Mindenkinek. Egy kis viktoriánus korabeli iskolás lánynak öltözött mai Júli. Igen, kérdezés akartam, hogy újra forgatják az Abigail-t. Nem tetszik? De, az jó, most cuki. Jó, csak cuki. Nem tudtuk hova értelmezni. Picit tanárnén is. Ilyen karcsúsító. Na neked aztán kell a karcsúsítás. Ezt most nem mondod komolyan, hogy te magadra vettél egy ilyen karcsúsítót. De vettem. Júli, 40 kiló vagy. 40 kiló vagyok, de gyönyörű nő. De nagyon rosszul hízok, és pocakra hízok. Úgyhogy, ha ilyen testre simulós cuccokat veszek fel, akkor néha felveszek alá, és most vettem egyet, és kipróbáltam. Ilyen fűző van rajta? Nem fűző, nem. Hanem ez a karcsúsító öv? Trikó. Ja, trikó. Trikó. És az összehúzza a hasadat, vagy mit csinál? Hát ez ilyen, igen, a megfelelő helyeken így összejön, vagy mit csinál. Nem néz ki rosszul. Nem, hát nem is azt mondtuk, hogy rosszul néz ki, csak a fura, hogy neked. De és ha levennéd a többi ruhát? Akkor picit ilyenebb lenne a hasam. A 21. század egyik nagyon komoly népbetegsége az önképzavar és az ezzel járó frusztrációk. Minden, amit a fogyasztói társadalomban elfogadott női minták, férfi minták ránk erőltetnek és diktálnak, az nem okozott mást, mint nagyon súlyos neurózist és nagyon komoly önképzavart. Balázs, azt hiszem egyszer pont tőled kaptam meg, hogy Juli, terhes vagy? De aztán megkérdeztem, érdeklődtem. Igen, de hogy nem tudjon-e kellengyére gyűjteni, hát az egy így van. Ugye valahol kicsit nem húztad ki magad, és igen, így megérkezett a pocakod. De... Megkérdezte. De nem az, hogy terhes vagy, hanem vemhes vagy. Nem kérdeztem ilyet, hogy vemhes vagy, nem kérdeztem. Hát napokkal előtte bennünket abban, hogy mit veszünk a Julinak, srácok, hogy mire mit veszünk. De így van. Ha egy nőm van 5 kiló, rosszul érzi magát, tisztelt a kivételnek. Egy pasi nincs kigyúrva, rosszul érzi magát. Miért? Mert a női férfi képek, szerepek, újságok, óriás plakátok, fotók ezt nyomják rád, hogy így kell kinézned, olvastam ez a normális, ez a jó, közben ez nem így van. Ezzel kapcsolatosan, nem, hogy a férfiakat legalább annyira zavarja, hogyha megjegyzéseket tesznek az alakjára, és legalább annyira elkezdenek foglalkozni magukkal, mint a nők, hogyha egyszer ezt így visszakapják. De az jó, mert nem? Mondjuk nem, ez pozitív irányba lendíti előre az embert. Hát a férjem például fekvőtámaszokat csinál. Bár én nem mondtam neki, hogy... Hát valaki viszont mondta akkor? Én szerintem ez ugyanolyan, mint én is tükörbenéztem. Ezt múltkor elmondtam nektek, múltkor tükörbenéztem, és azt éreztem, hogy valamit kezdenem kell magammal. Ő is belenézett egy reggel a tükörbe, azt látta, hogy egy kicsit pocakosodik, és elkezdett magával foglalkozni. Igen, csak a kettő közt az az alapvető különbség, hogy ugye egy olyan tevékenységet végez, amivel eléri azt, amire vágyik, de te valójában nem éred el azt, amire vágysz azzal, hogy magadra raksz egy ilyen övet, vagy felveszel egy push-up melltartót. Nem, várjál, tehát én sportolok. Mert te nem változol meg. Én sportolok. Csak akkor minek az öv? Hát mert vannak területek, amiket hiába dolgozok, meg nem nagyon látom. Ha jól emlékszem, pont a múlt héten mondta el Juli, hogy cici problémái vannak, ugye? Tehát, hogy jó lenne egy számmal, vagy kettővel nagyobb, igen, feszesebb, akármicsoda. Most jön a hasad. Valamelyik héten a hajadra panaszkodtál, hogy össze-visszál bármit csinálsz. Van olyan testrészed, amit szeretsz?
Amire így azt mondtad, hogy... A lábaimat azt a lábaik, jó. Hm. Jó, csak azért, hogy van, amiben kapaszkodik. A mai témát az önképzavar? Nem. Képzétek el, szlavánk van egyébként a mai napon. Na, gratulálunk. Micsodánk. Nekünk is volt kettő, de az egyiket el kellett, hogy nem tudtuk fenntartani. Igen, nekünk skodások vagyunk, úgyhogy mi Ladával nem. Ez a szerveknél egy házi szent ünnep. Ez azt jelenti, hogy minden elsőszülött fiúnak van egy házi szentje, aminek megvan a napja. És ezen a napon összeül a család, és nagyot eszik-iszik. Ez egy tök jó szokás. A fehér nem minden nap van egy ilyen. Mi ezt lesz, hát a reclámája. Úgyhogy én, amikor itt befejezem, megyek haza kalácsot sütni, mert tegnap este nem csináltam meg. És kell, a jó szlávához kell a kalács. Igen, ahhoz kell kalács, meg ahhoz kell egy csomó minden. Elmehetnék én a ti szlavátokra? Igen, abszolút. Vagy csak rokon mehet. Mert ez engem ilyen, figyelj, mi a Miról egyszer ittunk, ezt töredelmesen bevallom, ott voltatok az elején is, de aztán leléptetek, a nagyapja pálinkáját. Nagyapja pálinkáját hozta el, én szerintem nekünk van közös jövőnk azzal a férfival. Tehát nagy buli lenne. Na, hát ez egy ilyen nagy sátoros ünnep. Tehát ez azt jelenti, hogy ilyenkor annak is van, akinek nincsen. Tehát ez azt jelenti, hogy ilyenkor mindenre költeni kell. Kajára, piára, megvendégelni a barátokat, ismerősöket, rokonokat. Mindenki, aki betér. Ebből az apropóból most ezt nagyon nem vertük nagy dobra, hogy szlávánk van, vagy elvileg, aki egyszer eljön vendégségbe, annak tudnia kell, hogy a mai napon nekünk szlávánk van. De most nem nagyon készültünk, mert a Miró egy korábbi régi főnökével, vagy egy korábbi főnökével megnyitott egy helyet, úgyhogy most nagyon el van úszva. Azt mondjuk, hogy a korábbi tapasztalatok alapján nem szóltatok a rokonoknak, hogy nagy buli voltak. Mi ezt rendesen megünnepeljük. Tehát ez egy tök jó nagy buli. Nagy kajálásra, pialásra, rengeteg vendéggel. Kecskét vágtok. Nem, de bárány az már volt, meg malac is. Hát ez a minimális elvárás egy szlaván. Hát az. Persze. Figyelj, ezek olyan jó, én szeretem ezeket a családokat. De csak, hogy legyen, miben mártogat. Csak jó, lövöldöztek is a levegőben, meg nem veszel a Miró, nem? Hát ha látják, hol az ég. Gépkarabé, tudod éppen. Hármat a levegőben lő, nincs ilyen. Hát mi nem, de egyébként Szerbiában esküvőn ott azért szokott ilyesmi lenni. Tehát azt én azért már láttam. A nagy buli az. Jó buli. Igen, ott van egy kis lemorzsolódás minden esküvőn. Sokan eltűnnek. Na, mit hoztál nekünk? Mit hoztam? Tőlem megszokhattátok, hogy általában vidám témákkal jövök. Ma egy kicsit kevésbé mókás jópofa a történetem, vagy a témám. De... Nem baj, azért szeretjük a komoly témákat is, nincs az. De ugye a rovat címe az, hogy Júli élete, és minden olyasmiről beszélhetek elvileg, amivel szembe találkozom, ami Bali engem. Szembe jön. Igen, amit előre megbeszélsz, Balázs. És most valami olyasmi jött szembe, ami azt hiszem, hogy minden jó érzésű ember zsebében kinyitja a bicskát. Úgy képzeljétek el, hogy van egy rokonom, egy női rokonom, aki elég rosszul választott magának férjet. Ez az első nagyobb pofon után derült ki. Hát kapott egy olyan jó alapos sallert. Márhogy szó szerint akkor. Igen, tehát kapott egy sallert. Az elsőt még próbálta megmagyarázni ez a rokonom, hívjuk innentől kezdve mondjuk Emesének, hogy biztos rendkívül kimerült, kisbaba volt a lakásnál, fáradt, tehát oka volt ennek az egész történetnek, de egy hónappal később megismétlődött, és aztán megint, és megint. És az első alkalom után szerintem ő már akkor érezte, hogy mi lesz ennek a történetnek a vége, elkezdte fotózni ezeket a sérüléseket, elment orvoshoz, látleletet csináltatott, aztán beadták a vállópert, elkezdődött a vállóper, egy nagyon agresszív, rossz hangulatú, sárdobálós bontóper indult, és volt egy pont, amikor ennek a rokonomnak eldurrant az agya, fogta ezeket a képeket, a látleleteket, és feltette a Facebookra azzal, hogy íme, az én hites uram ezt csinálta velem. És úgy képzeljétek el, hogy rá egy hónappal megérkezett a feljelentés, a férje beperelte őt rágalmazásért és becsületsértésért. Szemétségok megsértésé. És a rágalmazást ugyan elvesztette, de a becsületpert azt megnyerte, és a feleségének a Facebookon nagy nyilvánosság előtt kellett megkövetnie, és bocsánatot kérnie a férjétől, attól az embertől, aki egyébként kékre zöldre verte. De hát ha volt látlelet, hát akkor hogy? Hát akkor azért ez felhasználható a bíróság eljárásban, nem a látlelet azért. Hát csak azt, hogy nem tehetett ki a Facebook. Nem tehetett ki, mert nagy nyilvánosság előtt a becsület csorbítására alkalmas dolgokat állított a férje. Hiába igaz, a becsület sértési pert megnyerte, és meg is kellett követnie a férjét. És tudod, szóval, hogy ilyenkor csinál így a fejem, hogy pák. És az Anna sokszor nagyon mondja, hogy fordítva ülünk a lovon. Nyilvánvaló, hogy ez a jogszabály vég téged is, meg engem is. És biztos vagyok benne, hogy a bíró is úgy hozta meg ezt az ítéletet, hogy szívta a fogát, de ő csak a jogszabályt alkalmazta,
és ő nem szubjektív ítéletet nem hozhat, tehát ő a jogszabályt kell, hogy alkalmazza, és ebben az esetben a tényállás az... De ha igazat állítasz, ezt akkor se teheted ki? Nem teheted ki. Ez az egészben a rettenetesen bosszantó, hogy minden médiumomból az jön, hogy a családon belüli erőszak az nem magánügy, hanem a társadalom szégyene. És ha ilyet látsz, és ilyet tapasztalsz, akkor ugye, ahogy a kampány szövege is mondja, hogy vedd észre, ha valami nincs rendben, tegyél ellene, tégy lépéseket, jelensd föl, jelezd a védőnőnek, jelezd a rendőrségnek, jelezd a körzeti orvosnak, bárki, vagy ha ők ezt tapasztalják, akkor lépjenek. És akkor tessék, itt van egy nő, aki ezt megteszi, kiteszi, felvállalja, és utána őt húszolják. Fel is jelentette ez is egy szép kör. Volt férje? Igen, úgy kezdett el, ő végigjárta az összes fórumot, amit végig lehet járni, és zárójelbe jegyzem meg, nem minden rendőr, és nem minden védőnő, és nem minden házi orvos kezeli így. Vannak nagyon lelkiismeretes emberek, akik tényleg hathatós és megfelelő intézkedéseket tesznek. De ő például elment a rendőrségre, ahol a rendőr meghallgattam, kicsit cöccögött a bajsza alatt, majd azt mondta, hogy nem kellene hergelni egymást. Majd amikor legközelebb visszament a kék-zöld lila foltokkal, akkor azt mondta, ja is, hogy félbe volt törve a foga, azt mondta, hogy hát ilyen sérülés más helyről is származhat, úgyhogy ő ezt így nem tudja elfogadni. Amikor a védőnő meglátta a foltokat, azt megkérdezte, hogy a gyerekeket is veri, mondta a lány, hogy nem, azt mondta, jó szerencsére. És ezzel tulajdonképpen elintézte, és a körzeti orvos, amikor elment, hogy akkor vegyenek fel látleletet, a körzeti orvos húzta a száját, és megkérdezte, hogy nem elég, ha ad egy orvosi papírt, mert a látlelet az macerásabb, ott használni kell. És a látleletet, vagy a bírói ítéletet nem tette ki a Facebookra, vagy azért azt nem tette? Ez kiteheti, nem? Tehát én kapok egy látleletet, és azt levetettem, én azt utána kiteltem a Facebookra, az saját magamról szól. Hát azzal nem... az rólad szól, igen. Ez bizonyítja, hogy volt okom arra, ami történt. Itt tulajdonképpen mindenki tudja, hogy ezek nem maguktól keletkeztek ezek a sérülések, de azzal, hogy te ezt közszemlére teszed, te törvényt sértesz. Hát igen. És akkor tudod, az a kérdés, hogy akkor mi a megfelelő módja, vagy mit, hogyan kellene másként kommunikálni? Láttatok már ilyen kampányokat, nem? Igen, persze. De tök érdekes, hogy például állandóan az áldozatot, illetve annak környezetét szólítják meg, de sose magát az elkövetőt. Tehát, hogy sose azt... Mert az elkövetőt nem tudod megszólítani. Hát, vagy ne verd a feleséget. Tehát ez nem ilyen egyszerű. Miért nem mondhatom azt, hogy te gani alak vagy? Mondhatod, csak nem fog célt érni. De miért? Meg akkor ugyanazt csinálod, vagy ugyanott, mint a barátnőd, ugyanott fogunk állni, igen, csak, aki föltette a képeket. Igen, csak ez azért más, amit mondasz, hogy szerintem itt meg lehet szólítani az elkövetőt, mert ugye nem úgy szólítod meg, hogy hibáztatod. Tehát például a nemi erőszaknál nagyon nagy hiba volt az a kampány, amikor elmondták, hogy te is tehetsz róla. Ez azért nagyon nagy hiba volt. Mert őt ugye azt sugalták, hogy ha téged bántanak, akkor te arról tehetsz, vagyis kvázi kiváltója vagy az erőszaknak. De itt nem úgy szólított meg, hogy az ilyen típusú kampányokban nem azt mondod, hogy azért kaptál pofon, mert tehetsz róla, állj ki és védd meg magad, hanem úgy szólítod meg az áldozatot, hogy segítesz neki, hogy támogatod, hogy biztatod arra, hogy lépjen, hogy ne hagyja magát megzsarolni, hogy ne vegye ezt természetesnek, hogy ne éljen így, és igenis merjen, akarjon, tudjon segítséget kérni. Tehát a kettő között szerintem azért van különbség. És én értem, amit te mondasz, persze, hogy meg lehetne szólítani az elkövetőt is, csak az ugye azért az nem feltétlen hat. Tehát a hatásosabb az, hogy amellé állsz, aki úgymond áldozat, és ő vele próbálsz kommunikálni, hogy ne fogadja el, segítsen és lépjen ki. Egy hülyének megmondja ez, hogy ne verd meg a nőt, akit így szocializált, akinek ez a természetes, akinek ez a nyelve, ez a kommunikáció, hogy hazamegyek, jól megverem, az nem fog megváltozni egy kampánytól. A kampánytól az változhat meg, aki érzi, hogy vannak sorstársai, aki úgy gondolja, hogy nem csak én vagyok ebben a cipőben, és ha kiállok, még kiáll más, vagy kiállt másik 10, kimerek én is állni. És ezért kell egyfajta kritikus tömegnek elérnie ahhoz, hogy a nők kimerjenek állni és ne viseljék el. És itt nem csak a testi erőszakról van szó, itt a lelki terrorról van szó, a szóbeli erőszakról van szó, a megalázásról van szó. Tehát ugye a családon belül erőszak az nem mindig testi erőszak, hanem egy csomó minden más, amiről ez szól. De hogy nem baj, hogy az áldozat meg van szólítva, mert nagyon sok a tévhit, nagyon sok a hiány, hogy kihez kell fordulni, hova kell menni, milyen lehetőségeim vannak, igenis vannak. Aztán persze nyilván nagyon sokan félnek, nem mernek, a gyerekekkel zsarolják őket, tehát ez egy baromi összetett dolog, de nem baj, ha megszólítják őket a kampányokban, hogy mer kiállni, vagyunk, akik tudunk neked segíteni. Csak tényleg legyenek aztán, akik segítenek. Érted, hogy mit mondok? Értem. Amit még közbe akartam itt szúrni, hogy
szerintem azért is kellene, vagy és most tulajdonképpen egy picit ellen, szembe megyek veled. Én azért szólítanám meg az elkövetőket, és akkor innentől kezdve itt kellenének precedens értékű perek, és itt kellenének olyan finom érzékeltetések, hogy nem fogsz hosszú időre börtönbe kerülni. Mondjuk csak egy fél évre, de a rendőr úgy fog beengedni, hogy nőverő és gyerekverő majd rácsukja az ajtót. Tehát, hogy érezze, hogy következménye lesz annak, hogyha ő megveri a feleségét. Az bent egyébként úgyis kiderül. De nem derül ki, de, és ez nincsen eléggé hangsúlyozva, érted? Az, aki lepofozza az asszonyt, az megvonja a vállát, mert úgyse derül ki. És hogyha kiderül, akkor se lesz belőle semmi, mert felmentik, mert felfüggesztetett. Bent megvannak azok az információs csatornák, hogy minden egyes rabról kiderül előbb vagy utóbb, hogy miért van bent. De tehát, akkor hangsúlyozzuk ezt, érted? Tehát, hogy akkor tegyünk ezekre rohadt nagy felkiáltó jeleket. Az a baj, hogy az meg egy másik kimutatás, hogy nem fog vissza a bűn előkövetés alól, hogy mi a büntetési tétel, de nem hiszed el, hogy elkapnak. Itt mi történik? Itt hiába nem kapnak el. Hát, hogy itt tökre nem kapnak el. Ezt kellene hangsúlyozni, hogy már pedig elkapunk, apám, és a társadalom kivet magából, hogy te egy ilyen szemét alak vagy, hogy fered az asszonyt. Hát és a bírói gyakorlat és a BTK megváltoztatása, szigorítása nyilván egy csomó minden, de valóban nem biztos, hogy ennek van visszatartó ereje, vagy ott, amikor bemegy a kocsmába, iszik két konyakot, hazamegy, elborul az agya, és megver egy nála gyengébbet. Nem hiszem, hogy eszébe jut a BTK, nem tudom milyen paragrafus, hogy most 2-től 5 évig ő kap, mert eddig csak mondjuk 1-től 3 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtották ezt a dolgot. Én hiszek az áldozatokhoz szóló kommunikációban, hogy ebben az esetben inkább mellettük kell állni, és nekik kell segíteni. Nem hibáztatva őket, és nem azt üzenni a kampányban, hogy ti tehettek róla, de igenis buzdítani arra őket, hogy nem természetes, hogy ne tűrd el, hogy ne váljon megszokottá, hogy ne gondold azt, hogy hát máshol is ez van, vagy más is biztos így él azért, mert téged így szocializáltak, vagy találkoztál 18 évesen egy pasival, aki így szocializált téged, mint párkapcsolat, és te eltűröd, mert azt hiszed, hogy ez a normális, vagy volt egy ilyen apád, és azt hiszed, hogy a férjednek ezt ugyanúgy el kell nézni. Tehát igenis a felvilágosító kampány és a segítség az fontos. Nem hiszek benne, hogy használunk, hogy ha bejössz a börtönbe, nagyon megverünk, akkor kevesebben vernék meg az asszony. Ezekenél egyszerűbb emberek, tudod? Nem is gondolnak abba bele. Még azt se hiszi, hogy elkapják valóban, amit a Feri mond. Igen. De abban szerintem mindenképpen igaza van tényleg a Julinak, hogy mindenképpen kellenének olyan egyébként a sajtó által bemutatott, megszellőztetett, nagy nyilvánosságot kapó precedens értékű perek, amik megmutatják, hogy nem lehet megúszni. És nagyon gyorsan, tényleg gyorsított eljárásban is ezeket az embereket elkapni, lesítelni, tényleg úgy megmérni őket, hogy életük végig megkeserüljék, és hogy tényleg a társadalomban teljesen nyilvánvaló legyen az, hogyha akárcsak egy pofont is leakasztasz otthon a feleségednek, az élettársadnak, a barátnődnek, akkor azt nem úszod meg. Azt nem úszod meg. Ausztráliában. És hiába például azzal a vak kommandorra. Igen. Ausztráliában olvastam erről, hogy ott van egy nagyon-nagyon jópofa miniszterelnök, aki több millió dollárt investált ebbe a programba. Ott például krízis vonalakat tartanak fönn férfiaknak, akik érzik azt, hogy annyi düh és harag van bennük, hogy legszívesebben megütnék az asszonyt, vagy megütötték az asszonyt. Akkor hívd föl, hogy hívd és ez föl. Működik szerinted, hogy ott állok szembe anyjával? Nem, ez nem az a pillanat, hogy akkor a telefon után nyúlok. Aha. De ezeknek is megpróbálnak valamit szervezni, ezeknek az embereknek, akik felismerik, hogy olyan harag, olyan indulat van bennük, amit nem tudnak kezelni, valamit kell vele kezdeni. Nem akarom bántani az asszonyt, de elönti az agyamat a szmötyi, és leverem. Akkor ezeknek az embereknek is legyen egy fórumuk, ahova fordulhatnak. Na, ők már például nem az átlagos erőszaktevők, akik felhívják ezeket a vonalakat, mert ezekben az emberekben megvan a késztetés, megvan bennük az a szintű intelligencia, amikor felfogják már azt, hogy valahogy ezt a dolgot kezelni kell. Na, de várjál, mert... Tehát, ők már egy fokkal intelligensebbek, mint az átlagos, ha egyet mondani, nem át, az átlagos nővel. De nem azt gondoljátok, hogy az, aki nőt ver, az hatékusokkal milyen hülye paraszt. Ez egy elég gyakori jelenség. Hát minden ötödik nőt vernek, és nem minden ötödik nőnek a férje iskolázatlan paraszt. Ebben van igazság. Tehát, hogy nem, itt nem csak arról van szó, hogy a diplomás nem üt, a nem diplomás alkoholista megüt. Hát itt iszonyú széles a spektrum. Tehát, hogy itt nagyon sokféle fajta férfit meg lehetne szólítani. És hiszem azt, hogy egyébként vannak férfiak, akik nyitnának arra, hogy ők szeretnének ezzel foglalkozni, valahogy kigyógyulni ebből az állapotból. Ők nem szívesen ütik meg azt a nőt, de abban a pillanatban eldúran az agyuk. De ők tudják, hogy utána rájönnek, hogy ez nem jó. Tehát őket lehetne kezelni, csak nincsen semmilyen fórum, ahol hozzájuk, vagy ők eljutnának valahova szakemberhez.
Na, te nem sajnálom őket nyilván, de hát lehet, igen. Ja, nem kell sajnálni, persze. Nem ezt mondom, csak hogy az is egy kezelési lehetőség. Tehát, hogy ott a férfit helyre teszik, akkor a nő meg a gyerek otthon nem szenved. Hát igen, csak ugye nagyon összetett a dolog, mert nagyon sokan nem merik elmondani, nagyon sokat zsarolnak a gyerekkel, nagyon sokat félelemben tartanak, hogyha elmondod, megint kapsz. Tehát ez egy baromi nehezen felderíthető, és egy nagyon-nagyon nehezen elkapható, rajta kapható dolog. Tudod, hogy mi történt pontosan, hogy történt a dolog, hogy ki kit zsarol, hogy milyen érzelmi háttere van a dolognak. Tehát, hogy baromi nehéz. Baromi nehéz ezt felgöngyölíteni, és sajnos tényleg a bírói gyakorlat, a rendőri gyakorlat, és azt, hogy amíg nem folyik vér, nem megyünk ki, a bíró most vagy hisz az áldozatnak, vagy nem hisz az áldozatnak. Szóval nagyon nehéz ebben. Nem azt mondom, hogy igazságot tenni, hanem hogy valójában szigorítani a büntetést például. Nem tudom, mi a jó megoldás. A nőknek kéne azt elfogadni, nem egy természetes dolog ebben élni. Hát szerintem ők nem hiszik, hogy ez egy természetes. De valamilyen nagyon nem sokan, szólni nagyon róla. Sokan, de vagy azért, mert azt gondolod, hogy ez így normális, vagy az, mert akkora megfélemlítésben élsz. Anyámat is verte apám. Van az a típus, aki... Néha megérdemlem. Van az áldozattípus, aki azért kaptam, mert megérdemeltem. Ugye ez is egy nagyon fontos típus, aki ugye áldozatnak gondolja magát, és így szocializálták, és már az apja is verte, és kiprovokálja a verést. Azt mondja, és persze igaza van a Józsinak, én megérdemeltem, hogy megverjen, és kellett az a pofon, mert csak itt érek magamhoz. Tehát nagyon sok típusa, nagyon sok nagy, komoly mélységei vannak ez a dolognak. Nem tudom, mi a jó megoldás. Hát én szerintem a nők nagy többsége nem tartja ezt normálisnak. Nem ezt mondom, dehogy is. Csak persze. Egész egyszerűen nincsen fórum, akihez fordulhatna, másrészt pedig ezer szálon kapcsolódik a férjéhez, tehát nem úgy van, mert ugye ezt csomóan mondják, hogy hát össze lehet csomagolni, és el lehet hát hogy menni. Kiszolgáltatok, persze, vagy nem tudsz hova menni. És megfogom a gyereket, és persze, és elmegyek, és ott van a férjem, és ott van a lakás, és ott van a közös hitel, és ott van a minden. Hú, ez nem bonyolult élethelyzet, hogy nem. Ezer ilyen dolog van, úgyhogy ő, ennek a rokonomnak az élete, a története, amit néha látok róla, hát a jeges rémület történik. Ez többször megtörténik? Ez többször megtörténik. És miért tűri? Miért nem megy el? Miért nem próbál elköltözni? Nem, elment már, elváltak, most már túl vannak rajta, bár még mindig mennek az ilyen csiki-csuki játékok, de tudod, olyankor milliószor hálát adok a jó Istennek, hogy nekem egy olyan férjem van, ahol ez nem, tehát ez fel sem merül. És pedig köztünk is vannak viták, és köztünk is vannak konfliktusok, nézeteltérések, és látom rajta, hogy mikor van az a pont, amikor felszívja magát, és elfordul, és látom azt, hogy most robbanni készül, de nem teszi meg. Te olyankor még dobsz egy kis parazsat a tűzre. Hátha! Nem. Tudja, hogy hol kell leállni, és én is tudom, hogy hol kell leállni. Hogy hol kell békén hagyni a másikat. Hát igen. Na most vannak különböző kampányok, nem? Amik arról szólnak. Kampányok. Hogy... Figyelj, ti láttátok azt a kampányt, ahol egy fekete pöttyöt... Ez igen, ez egy Black Dot nevezetű kampány, igen. Rajzoltak a nők a tenyerükbe, és akkor ennek a történetnek az a lényeg, állítólag ez egy civil kezdeményezés, de szerintem nagyon-nagyon butuska egy kezdeményezés. Arról szól, hogy tegyél egy fekete pöttyöt a kezedbe, és tedd fel a Facebookra, hogyha családon belüli erőszak áldozata vagy. Uh-huh. És így üzenj, mert ez egy néma segélykiáltás. Hát abban a pillanatban, ahogy apa elolvas egy cikket arról, hogy te mi a franc, mit posztolsz te? Hát úgy elveri, mint szódás a lovát. És a másik az, hogy és azt üzenik, hogyha azt látod, hogy egy ilyen nő föltesz egy ilyen képet, akkor hívjál hozzá azonnal a rendőrt, mert uh-huh. ez a nő ez otthon bántalmazva van. És mi történik? Kinyitja az ajtót egy pasi, és azt mondja, hogy csókolom, tessék, miről van szó? És anya ott áll mellett, hogy bocsánat, nem tudom, hogy miről van szó. De hogy mi a különbség akkor a kétféle jelzés között? Nincs különbség, mert az én olvasatom, semmi különbség nincsen. Egy tenyérre rajzolt fekete pont, és mondjük azok között a képek között. Van, igen, az egyik, de az egyértelmű, a másik az egy szimbolikus jelentés. Tudjuk, hogy mi van mögötte. Jó, de ez egy kampány. Azért van a fekete pont a kezeden, mert téged megvertek. Igen, de van különbségek között, meg azok között a képek között, amin monokli van a szemed alatt? Nincs. Ez a fekete pontos sztori, ez arra vonatkozik, hogy amikor éppen bántás alatt vagy, akkor így tudsz üzenni, érted? Tehát a pont vernek, ha pont... Ja, tehát engem csapapa, kis pöttyökkel integettek a Facebookon. Nyilván nem, ez csendes, ez egy néma segélykiáltás, hogy ti bántanak a csádban, és nem akkor, amikor pont vernek, hanem hogy fölrakod magát a fotót a tenyeredben a pöttyel, és ezzel üzensz a barátaidnak, a rokonainak, ez egy úgynevezett néma segélykiáltás, mert nem mered, nem akarod elmondani, de szólsz, hogy gyerekek, segítsetek, bajban vagyok, ez erről szól ez a kampány. Azt tudod tenni, hogy hát ha van egy barátod, egy ismerősöd, az anyád, aki átmegy, aki odaáll középek, aki megkérdezi, hogy mi a baj, akinek el tud mondani, és az majd bátorít, segít, magához költöztet, és elindul végre valami kommunikáció. És nem egyedül vagy ebben, akit minden nap megvernek, hanem valaki megfogja a kezed, és azt mondja, hogy gyere, segítek. Tulajdonképpen ennyi, nem több. Meg, hogy van egy közösség,
ahol te azt érzed, hogy többen vagytok, és talán más is tud segíteni. Ennyi. Hogy nem vagy egyedül. Ezt tudod ezzel szimbolizálni, kifejezni. Meg, hogy bajban vagy, és hátra segít valaki. Hát én szerintem abban a pillanatban, ahogy az agresszor, a férj látja ezeket a felvételeket a Facebookon, abban a pillanatban dől be az egész. Na jó, de ilyen alapon akkor nem mondjuk senkinek, ne szóljunk, ne kérjünk segítséget, mert kiderül, úgyis megvernek. Tehát ez azért nem jó, mert akkor viszont tényleg hallgassunk és maradjunk csöndben, mert ha megtudja, hogy elmondtam az anyámnak, megint megver. Hát ez se jó megoldás. Tehát akkor igenis legyen kampány, igenis rajzoljanak, igenis legyen téma, kövessék 5 millióan ezt az oldalt, ezt a Black Dot oldalt, Facebook csoportot, tudják meg magyar nők is, hogy ezt rajzolhatják, tehát minél többen, minél többször beszélünk róla. Az megint csak egyfajta védekezés, hogy ne rajzoljuk, mert akkor megint megvernek. Hát akkor ne csináljunk semmit, mert megvernek. Én sem megyek átsegíteni neki, mert úgyis megverik, jaj, akkor nem szólok bele. Dehogy nem. Hát tök jó az ötlet. Azt hiszem, hogy ausztrál pali találtak ki, de ez egy jó ötlet. Nekem ez tetszik. Hogy legalább beszéljünk. Hogy szóval róla. Legalább valami igen megindul. Valami történik. Persze. No, hát csak ezen háborogtam egy picikét. Jogos, megoldani nem tudjuk, és nincs is egyetemes megoldás ennek a dolognak. Igen, hát tényleg mindenkit arra lehet bíztatni, hogy ne vegye természetesnek, ne tűrje és ne hagyja magát zsarolni, és valahogy próbáljon ebből kiutat találni. Ez baromi nehéz helyzet, hogy ne, és undorítóak azok a férfiak, akik ezt megteszik, és gyávák, és kicsik, és sokkal törékenyebbek és gyengébbek, mint egy nő. Nem? Csak így próbálják az ő gyengeségüket kompenzálni, hogy akkor jól megverik a gyengébbet. Hát az az igazán gyenge, nem? Így van. Aki gyengét ver, szóval nehéz, nehéz mit mondani. Nem baj, hogy komoly voltál, Juli, néha ez is kell. Hát inkább vidámkodjunk, de muszáj. Hát nem, nőként azért ezeket te átéled, megéled, ez a rovat, ez rólad, rólatok, nőkről szól, úgyhogy nem baj, Ania hozol ilyet. Jó, köszi, hogy itt voltál, puszilunk. Én köszönöm. 3:40 lesz pontosan 8 perc múlva, a hármas ugrás, játsszunk már is egy hallgatónkkal. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Halló, sziasztok! Antónia, hello! Igen, honnan hívtál minket, Antónia? Hát mi ezt éppen úton vagyunk Székesfehérvár fele, de egyébként Balassagyarmaton indultunk. Balassagyarmat. És mit csináltok ott? Hát fuvarozni jöttünk. Fuvaroztok. És a végállomás Székesfehérvár, jól értettem. Igen. És te is fuvarozol, mint nő? Nem, a párommal jöttem, éppen elkísértem őt. De helyes fel, ott ülsz mellette, beszélgettek. Igen. És kíséred? De aranyos, te vagy a kocsi kísérő? Hát igen. Nem, a fegyveres őr, pénzt szállítunk. Nem igaz, a fegyveres őr, az jó lesz. De pakolni nem kell vele. Nem, azt ő megcsinálja. Anya. Nem tudja, de kell. Ja, igen. Anya, eljönnél velem elkísérni? Fogd már meg a végét, basztus. Raklapokat pakolunk, igen. Oké, okay, szóval akkor ketten játszotok, jól van. Milyenek a kérdések, Jani? Ha a ketten játszanak, menni fog. Na figyeljetek, így szól az első kérdés. Hogy nevezik idegen szóval az altató orvosokat? Anesteziológus. Így van. Pontosan. Nagyon jó. Pontosan. Ápolónővel van dolgotok. Igen. Ja, hát ezt nem tudtuk. Antónia, hát ezért ment ez ilyen könnyen. Mit csináljunk? Igen. Menjünk tovább? Menjünk, igen. Azt mondja, hogy melyik sportág egyik legendás alakja Jimmy Connors? Így szól a második kérdés. Húha. Nem vagyok nagy sportoló típus. Nem, még én sem. Jimmy Connors. Jimmy Connors. Ki segítség, nem? Valamit? Nem segítünk. Csendben vagyunk. Szintén termettünk semmink, mi tök manuálba Jimmy Connors. Ez nem hatotta meg a gépen. Hogy manuálba vagy. Manuálba nem, ez nem hatotta meg a gépen. Nem, nekünk nincs semmilyen segítségünk. Próbáltunk így termet, de még a név se. Igen, ez a tenisz. Hát ez nem jött be. Régebbi. Az űrge. Oh. Igen. Tenisz. Nagyon nagy. Ez Balázs, ez a kérdés. Igen, ez nekem is szólt. Minden idők 10 legjobb teniszezője között. Ha csak az eredményeket nézzük, akkor nem, most már ezt is megtudtam. Jimmy Connors, így van. Jimmy Connors miatt buktuk a csomagot, semmi volt. A csomagot. Így van. Igen, rá kell haragudni, nem rá. Keressétek meg az Instagramon, és küldjetek el a jó édes anyját. Írjatok rá Facebookon. Köszi, vigyázzatok magatokra, ciao. Sziasztok! Ciao, hello. 3:10 lesz, 5 perc múlva jövünk, mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3:40 múlt, pontosan 1 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, mutatjuk, hogy miről is foglalkoztunk, mivel is foglalkoztunk ma reggel. Egyrészt a téma jött, szóba jött a spórolás, mert hogy hát érdekes cikket találtunk, ugye? Kitalálta a svéd király, hogy betiltaná a kád fürdőzést. Gusztáv azt mondta, hogy ő egyszer megfürdött egy kád vízben, és rájött, hogy nem kell pazarolni, és mindenki inkább a tusolást válaszza a kád fürdő helyett.
és szeretné betiltani. Van, aki ment a svéd királya, van, aki ellene. Hát bizonyám, tulajdonképpen az, hogy mi soha semmiben nem értünk egyet. De ez ettől jó, és ettől működik a dolog. Megbeszéltük, hogy ki hogy zuhanyzik, csak röviden, mert ugye erről már sokat beszéltünk. Aztán kértünk benneteket, hogy írjátok meg nekünk, hogy ki a legnagyobb spórolós a családban, hogy spórol, mivel spórol, mit csinál, mert hogy minden családban legalább egy ilyen ember van, aki odafigyel a családi költségvetésre, spórol, és tényleg ott spórol, ahol kell. És ahol akitől a többiek falnal másznak, azért ne felejtsük el. Mások rovására teszi mindezt természetesen. A fürdés, a vécére menés, az zuhanyzás, az evés és az ivás rovására. Természetesen. Úgyhogy nagyon sok SMS-t kaptunk, valamint én nem is tudom, hogy fura volt az a kis rövid témánk, ami 9 óra előtt volt, mert hogy a hírek alatt merült föl, hogy valaki felkiáltott, hogy de jó, tudok menni vasárnap vásárolni végre. Talán Laci, hogy végre ugye december 24-ig itt vannak vasárnap. És a zsűri sorebe csapott, én pedig pacsiztam mind a kettőjük. Igen, és itt kialakult egy olyan vita, hogy én még itt így félig ilyen visszaszokó állapotban is csak kapkodtam a fejemet, mire adásba kerültünk, már nagyban vitatkozott mindenki. Hát igen, hogy igen, menjünk, igen. Ne menjünk, kinek jó, kinek nem jó. Jó nekünk, ugye hát most... Hát nekünk rontott Rákóczi Páter. Nem rontottam nektek, csak a vásárlási láztól van, csillogó szemetet. Jó, van, jó. Ma rohanni fog egyébként valószínűleg a piac, és mindent bevásárol, csak hogy nehogy véletlen vasárnap valaki összefusson majd vele. Soha nem megyek vasárnap. Csak mondom azoknak, akik esetleg nem hallottak bennünket, hogy ez most nem azokról szól. Nem azokról szólt a vita, aki például a kereskedelemben dolgoznak, hogy nekik jó-e vagy nem. Nekik tudjuk, hogy inkább jó, mert hogy esetleg a családjukkal tudnak lenni, hanem rólunk, hétköznapi emberekről, vásárokról, akik vagy mehetnek vasárnap, vagy nem, mi csak ezen szemszögből közelítettük. Még nem most az egész évről beszéltünk, hanem erről a 4 napról. Így van. Na, szóval, hogy vitatkoztunk egy ott. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 4 perc múlva pontosan. 10 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Na, hívjuk a nap hallgatóját. Mindjárt hívjuk. Na. Mennél már vásárolni, mi? Én. Ti. Vegyek gyertyát. Azt én hozom. Hova kell menni? Frakciaülésre, a KDNP-be, vagy hova mész? Nem. Kedden soha. Nem, ma kapja meg a kirendelt pápai inkvizító kinevezés. Na jó, hanem hát nem. Ugye a spórolásról beszélgettünk, Ádám azt írta nekünk, drágám, öltözve megyek a kocsmába, és engem is viszel, nem csak lekapcsolom a fűtés, hogy ne menjen fölöslegesen. Kaptuk SMS-ben, a spórolós témánkhoz kapcsolódva, de Ádám nem vette föl, úgyhogy ő a naphallgatója, de közben. Ugye mégsem, mert hogy nincs ajándékcsomag. Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt, szevasztok! De arra számítottam, hogy mindenki kékzöld lesz, mire beérek, mert összeverítik egymást. Nem, itt nálunk nincs egy családon belül erőszak. De mindig mindenről más gondolunk, és ezért jó. Tehát lassan alig van olyan téma, amiről egyféleképpen gondolkodnánk. Tehát minimum 2 felé megyünk, hanem 3 felé. De tényleg, tehát hogy így nem nagyon tudunk egyetérteni semmiben. Nagyon jól toljátok ezt. Csabikám, mi a helyzet? Remek zenék lesznek ma is? Hozok egy olyat, amit most már biztos, hogy ismersz. Na. Rudimentál. Hogy? Egy Rudy. Angol drum and bass Rudy. Zenekar. Én szeretem a mentát. Rudival együtt meg. A Rudimentál az a zenekar, akitől például a John Newman-t kaptuk, hiszen John Newman az ő felvételeiken énekelt korábban. És most megjelent a 2. lemezük, és ezen már ismert énekesek is többek között Ed Sheeran énekel, és van egy közös daluk, Lay It On Me. Ed Sheeran rudimentalista lett. Nagy. Ez apám. Jó lesz, meghallgatjuk. Igen. Rágva a barátnőt szájába, rudimentál azonnal. Ja, hogy egy kis jégkocka, meg is vagy egyébként. Szabikám, jó zene, hiszek neked, direkt rámegyek ezekre, amelyek a nevével legalább el tudtok viccelődni, vagy valamit rá tudtok fűzni. Hát ahogy te ejted, úgy. Csabi, én a kívánság műsorról 555-55-00, a telefonszám. Mi jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao. Ez volt a műsor, amelyre az ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.